óra, 7 perc, jó reggelt, és csütörtök! Jó reggelt mindenkinek, majd mindjárt megnézzük, milyen lesz az időjárás, mert sok esőt láttam tegnap, ahogy prognosztizálták, így van, és megnézzük, hogy mi lesz, majd Anett is írt, meg Gyuri is itt, először is köszöntjük. Lacit, hello, Laci, jó reggelt, szia, bocsán. Jó reggelt, hello, Gyuri, jó reggelt, sziasztok. Hello. És még mindig nem tudjuk Anettet köszönteni, és most már tudjuk az okát is. Anett Covid pozitív, igen, és ezért nincs itt. Na hát, innentől gondolhatjátok a tegnap reggelünket, amikor ezt megtudtuk, akkor egyből elindultunk minden, nem mind a hárman, mind az öten teszteltetni, tehát az az öt ember, aki itt van jelenleg ebben a stúdióban, szerkesztőségben, és hál' Istennek mi mindannyian negatívak vagyunk, tehát igen, így tovább tudtunk jönni dolgozni. Volt egy kis izgalom tegnap 10 után. Hajjaj, az amikor járkálsz föl alá, mint tényleg Szimba a kifutóban, gyorosztál, amikor várod, igen, Gyuri ezt csinálta, szimbázott. Persze, mert most már minden hétre jut egy ilyen agyturkálás, és ez azért szörnyű érzés. Neked minden szerda egy teszt. A agy, garat, vér, minden, és tényleg a Gyuri, ahogy a Laci mondja, mint Szimba, egy ilyen bezárt ketrecben föl alá, tényleg ilyet utoljára akkor láttam, amikor a fővárosi állatkertben az unatkozó tigrissel próbáltam haverkodni. Az ötödiket már neked altatásban csinálják. Hát azt szeretném már kérni, tehát minden hétre jut egy, elég. Tehát ez nagyon nehéz, tényleg. Üzenj a Covidnak. Covid most már elég. Ebből majd érteni fog szerintem. Nagyon jó. Na, a gyors reggeli SMS-ek, ezt nézd meg, Cappuccino Majával, Klauval, Bumerang Lalival, Vokcival, Önindító Danival, és végre Bocskor Lacival. Oh. Újra szépek a reggelek, Gábor bá, Szentesről. Köszönjük szépen, hello Szentes. Jó reggelt Istennek, hagyjatok egy mély lábnyomot ma is a reggeli rádióműsorok mezején. Nem... Na. Ó, ez még a reggeli. Igen. Jó. Szóval azt üzeni, hogy bedobtam egy pár debreceni mustárral, sajnos az utolsó csomaggal főztük meg, itt meg ugye nem lehet kapni. Na de kezdjetek fülelet, Tibi Dániából. Dániában nem lehet debrecenit kapni, igen, ez mindig nagy probléma, nekünk is van kint Angliában ismerősünk, és ő mindig ugyanezt, téli szalámit, túrórudit szokott kérni, debrecenit ő nem. Jó, de abba gondolj bele, hogy a Magyarországon tartózkodó dán vendégmunkás kap Kopenhagenert. Igen, tehát, egyébként igen. És ő is sír, így van. Hát nem tudom, vegyétek fel a kapcsolatot a dán vendégmunkásokkal Magyarországon, hát ha ők küldenek nektek ki Debrecinert, és ti meg küldtök Kopenhagenert nekik, és akkor így mindenkinek megvan az ellátás. Jó reggelt, drágáim, Facebook felajánlata, ha aktívan kommentelek, lehetek lelkes rajongó, akkor itt az idő, hogy megírja, mennyire szeretlek benneteket. Lovász úr, első hallásra szerelem. Jaj, de jó ezt reggel hallani. Bocsi, király, főni, jók a témák, okosak és szépek vagytok, csak így tovább egy leendő lelkes hallgató. Megint egy új. Igen, ez nagyon jó, és egyébként köszi a lelkes rajongóságot a Facebook oldalon. Bocskor Rádió Show, aki szeretne lelkes rajongó lenni, az kövessen minket, nem marad le semmiről, és megkapja ezt a státuszt. Mert és most is live-ban vagyunk, ugye? Igen, élőben vagyunk ebben a pillanatban is, úgyhogy meg lehet minket tekinteni. A kis Szimba, hogy most nem járkál föl alá, meg lehet nézni, mint az állatkertből. Móni üzeni, épp a kávémat kortyolgatom, várom, hogy kezdjetek, és már csak a Depárgyő reggelije hiányzik, hogy elinduljak. Depárgyő nem minden nap ír most reggelit, majd ha ír, úgyis elmondjuk. Móni volt a mézes kávé, a mézes, ugye? Kávés, a kis köntösben reggel. A recemézes, így van. Bizony. Majd a méz egy fontos témánk lesz ma. Aztán van még egy Matár Csicsergő, szép jó reggelt, kedves urak, nekem most igazán mosolygósan indul a napom, hiszen 7 hónapos Covid okozta kényszerpihenő után ma indulnak a dolgos munkanapok álomállásban, álomfizetésért. De jó! Köszönöm a segítséget, hogy életet leeltetek belém. Nem adtam fel, és sikerült, és még titeket is hallgathatlak. Örök hálám, puszi. 7 hónap az brutális. Annyi időre kikapcsolódni így a munkából, az kemény. Nem, de ő hogyha... az, akinek szereztünk munkát talán? Most nem tudom a telefonszám alapján. Mindig írjátok alá, és akkor látjuk. Igen, hogy... Nekem is ez fordult meg a fejembe, szerintem adáson kívül felhívjuk, és akkor megkérdezzük. Vagy ír egy SMS-t, hogy én vagyok, vagy nem én vagyok. Na, az Anett azért... Küldi, ráadásul semmilyen tünete nincs, tehát ezt hadd mondjam el, hogy tünetmentesen próbálja most kiülni azt a 2-3 hetet. Amíg ezeket meg tudja írni, addig nincs nagy baj. Addig nincs. Nem könnyíti meg a napunkat az időjárás. 2. Országszerte lehet ma bárhol és bármikor egy-egy futózáporra számítani, az élénk szél is megmarad, a nap viszont sűrűn eltűnik majd, látszik viszont a fény az alagút végén, bár mindössze egy napra, de szombaton visszatér a nyár és 28 fok is lehet. Nagyon jó lesz minden a hétvége első napján, pontosan estig. Hiszen akkor, hogy lehűtész? Igen, igen, tehát a végén rácsap egyet a fejedre, amikor már kezdenél örülni. Hiszen akkor egy hidegfront miatt újabb lehűlés érkezik, állandósulni látszik az ősz, az első októberi napunkon 17 fok lesz a csúcs. Ez ugye ma van, látom, a Gyuri is hasonlókat írt. Malvinok ünnepelnek névnapot. Malvinok, egyetem van ennek többes száma?
Igen, van egyáltalán egy darab Malvinnál hát több? Értem. Évfordulók, na ez azért jó, 112 évvel ezelőtt, 1908-ban mutatta meg be Henry Ford a Ford T-modellt. Ugye az volt az első sorozatgyártású autó, és 15 millió darabot adtak el belőle. Én láttam is T-modellt. Én ültem is T-modellt. Komolyan? Ha? Én nem mertem beleülni. Egy ismerősöm autókat gyűjtött, és neki volt egy T-modell. Én azért tudtam beleülni, mert akármilyen furcsa, bár Kubában, Havannában többnyire az 50-es, 60-as évek igen. autói vannak, de T-modellek is még futnak. Aha. És működőképesen? Működőképesen. Milyen sebességet lehet vele elérni? Fogalmam sincs, de egyébként nyilván nem, hát ott Kubában az amerikai autókat sokszor ilyen orosz Moszkvicsnek, nem tudom, ilyen alkatrészekkel próbálják foltozni, toldozni. Nem gyárival, igen. Hát nem, szegények, igen, de gyönyörűek egyébként. 62 éves a NASA. Boldog szuper. Születésnapot. És egy éve ezen a napon halt meg Karel Gott cseh énekes. Ó, az mekkora esemény volt, ugye? Állami temetés, minden. Hát közvetítette a tévé. Ne, hát az a Manus óriás volt. Tehát én többször találkoztam vele, és egyszer majdnem megvettem a festményét, ezt már elmeséltem sokszor, egy eredeti Karel Gott festmény. És jól festett egyébként? Egyébként szerintem jól, nekem tetszett, tetszett maga a festmény, csak amikor kiderült, hogy irtózatosan sok pénzt fizetnék, azt hiszem ilyen 260-300 ezer forintot egy festményért, de már le is tettem a pénzt, és akkor kiderült, hogy reprodukció. Oh. Hát és, azt nem szabad, persze. És akkor mondtam, hogy haló, hát azért 300 ezer forintot nem adok egy reprodukcióra, és akkor azt mondták, és de rá volt írva, hogy limitált, Karel Gott eredeti reprodukció. És akkor azt mondták, hogy hát de mit gondolunk, hát egy eredeti Karel Gott, az 10-20 ezer euró. Ja. És mondom, jó, akkor sose lesz eredeti Karel Gottom. Beénekelte magát a legnagyobb festők közé. Ez egy ilyen Mona Lisa port, egy Mona Lisa kép volt, de eléggé elnagyolt ecsetvonásokkal, háttérben láttad Lenint is, meg mindent, szóval baromi jó volt, aha. Jó volt a kép, nekem tetszett. Én imádtam a csávót, nem azt mondom, hogy énekeltem a dalait, de nem, jó, és tényleg többször találkoztam vele, tehát ez ilyen nagy emlék. Mit írt? Mert tudom, hogy nem vagy oda a világnapokért, de ma van a zene világnapja. Oh, 75 óta ünnepeljük. Igen? Én jó. Nem, én kihagytam. Ez nem egy személyes üzenet, Anett. Te is? Persze, most már épp fölbátorodtam. Na, Kecskeméten 10 fok van most, maximum 18 lehet eső egyébként mindenhol, mint ahogy Szolnokon is 10-vel indulunk, 16 lesz a csúcs. Sopronban, tessék, meg volt Szolnok, köszi Gyuri. Sopron 11 fokos, 17 lesz majd, és Budapesten ugyanez a helyzet. 11 fokkal kezdünk, 17 lesz majd a csúcs, és lehet mindenhol eső, tehát ez az esernyő tanács, ez mindig érvényes. Jó, akkor most nézzük a témáinkat. Az előbb mondtam, hogy méz, hogy került szóba méz az előbb? A méz hogy került? Már nem is mézes kávé, mézes kávé. Ja, igen, Móni úgy vissza a kávét. Na, én megdöbbentünk mindannyian azon a híren, hogy nem olyan rég olvastunk, hogy Magyarországon az utóbbi hetekben, főleg Zala és Baranya megyében méh kaptárakat loptak. Ez hihetetlen, hogy minek? Hát én a méhészek olyan jámbor, helyes, jópofa emberek, nem tudom elképzelni, hogy egy másik méhésztől ellopnak, tehát ki lopja el? Igen, és most kezdtünk ennek utána járni, mert ugye nagyon sok olyan hírt olvastunk a magyar mézzel kapcsolatban, ami nem jó hír. És gondolom, hogy mindenki szereti a mézet. Tehát az amit én így, tehát amikor Kim Basingerre is így rácsurgatta a Mickey Rourke, azt mondtam, hogy ez az én kajám. Azóta. Igen, addig. Gyerekkorodban nem ittad meg a mézes kaját, de amikor ezt... Nem, én gyerekkoromban is szerettem a mézet. Nem, a méz az nekem varázs. Ez maga a csoda. És most ugye akkor rengeteg hír van arról, hogy nagyon sok hamis méz van forgalom, még komoly szupermarketekben. Én nem tudom, mi az, hogy hamis méz, tehát ez vizezik, vagy nem, beleraknak valami más valamit. Glükóz, színezett ja, glükóz, cukorból. Vagy nem tudom mi, valami ilyesmi, és gyakorlatilag felhúzzák, vagy nincs is benne igazi méz. Igen, mert inverz cukor van a mézben, ami nagyon egészséges, fruktóz és glükóz egy-egy arányú keveréke, és szerintem cukor, most rájöttem, cukorból kell. Bizony. Azt a mindenit. Na, akkor ez volt hír, akkor az, hogy fogy a magyar méz, mert fogy a magyar méh. És akkor meg hallottunk egy ilyet, olvastunk egy ilyen cikket, hogy David Beckham elkezdett méhészkedni. Tehát, hogy állítólag ez viszont egy trend, hogy kezdj el méhészkedni. Na és akkor elkezdtünk kutatni, és találtunk egy kampányt. Ez a kampánynak a neve, hogy tehetsz méh többet. Tehetsz még többet. Néma, hát, de itt muszáj ejteni, mert különben nem értjük. Hát, mint hogyha egy rajnavidéki lennél, mert ott a gét azt néha így behásítják. Ja, igen. Tehetsz még többet. Mondj már egy rajnavidéki hásított gét. Gnuh. Azaz gnug, elég, és akkor gnuh. Igen.
Hát ilyen, igen, előtt. Jó. Na jó, tehát képzeljétek el, a Takarékbank elnök vezérigazgatója Vida József, ő a kampány megálmodója, és ő saját maga is méhészkedik. Tehát állítólag a Takarékbank székháznak a tetején vannak kaptárak most, mert ő elkezdett méhészkedni. De figyelj, férfiak eddig a kocsmában arról beszélgettek, hogy milyen autót láttál, milyen nőt láttál. Nem tudom, arról fognak beszélgetni, hogy te figyelj, most hoztam ezt az újfajta, nem tudom, pergetőt. Én nem tudom, milyen, vagy milyen méhek vannak. Vannak-e turbóméhek, vagy vannak-e egyszerűbb méhek. Tehát én fogalmam sincs, de őt felhívjuk telefonon, mert ez a kampány ez most tényleg fontos. Egyébként ne felejtsük el, hogy itt a Covid-dal kapcsolatban is ugye az immunrendszerünk erősítendő, például nagyon-nagyon fontos a méz. Tehát majd mézes témánk lesz, ez lesz az egyik, a másik pedig... Az zseniális. Tetszik, mi? Igen. Volt egy mérkőzés, most a minap, kedden este azt hiszem, a Tottenham-Chelsea találkozó. Na most ilyenkor fociznak az angolok, semmi baj. Ez egy nyolcad döntője volt az angol liga kupának, és ott van egy nagyon jó játékos a Tottenhamnek, ugye a Tottenhamnek az edzője a José Mourinho. Igen. Csak hogy valaki, vagy a térképre felhelyezzük őket. És ott van egy nagyon jó játékos, az Eric Dier. És képzeljétek el, a második félidőben egyszer csak Eric Dier a pálya közepéről kifut egyenesen be az öltözőbe. Senki nem tudja, mi történt. Azért ez nem szokványos dolog, hogy az egyik játékos egyszer csak azt mondja, hogy szevasztok. Nem, egyáltalán. És utána fut José Mourinho, a mérges edző. Aki a mindig mérges edző. Jó jelenet. És aztán újra kifutnak. De aztán kiderült, hogy Eric Diernek annyira tele volt a hólya, hogy pisilnie kellett. Tehát, hogy ez volt az oka. Most ilyen nem nagyon történik futballmeccs alatt. Hát ilyen, ne vicce, 2x45 perc. Hát azért azt ki lehet bírni. Hát van egy nagy szünetük a kettő közt, tehát ott egy kicsit rákényszerít magára, azért azt a következőt kibír. Meg lehet tervezni a folyadékfogyasztást. Mit tudom én? Hát azért a José Mourinho az edzőm, akkor én nem megyek kivizelni. Tehát hát azért már elnézést. Persze. Na jó, de én gondoltam, hogy ez azért lesz egy jó téma, mert én ismerek egy embert, aki a vizelésben is zseniális, mert hogy igen virtuóz benne. Ez a virtuóz. És egyébként profi futballista is volt, és ez nem más, mint a Kabát Peti. Elmondom, hogy miért tudom, jó, hogy vizelésben, de ugye, és Petivel majd megbeszéljük, volt-e neki ilyen kényszerhelyzete? Hogy meccs közben? Hát igen, mert például, hogy tévéműsor közben simán, tehát sokszor jó, vendég. Lehet szólni, hogy bocs gyerekek, muszáj. Sokszor vendége az én műsoromnak, és mindig a Peti aztán megy a mikroportjával együtt, egyébként azt nem tudja, hogy az szól. Na mindegy. Két rengre binezik, igen. Petit imádom, és felhívjuk őt, egyébként komoly kérdéseket fogunk neki feltenni. Nem csak az, hogy ő ezt hogy osztotta be, ugye a folyadék bevitel, kivitel 2x45 perc, azért ez egy furcsa matek, hanem azt is, hogy egyébként ez megtehető. Tehát futballmérkőzés alatt, ha szólít a szükség, akkor te leléphetsz-e. Igen. Vagy kell-e szólni? Hogy jöhetsz vissza? Mit szól a klub ehhez? Ez egy fegyelmezetlenség, vagy nem? Igen, jár érte büntetés. Így van, na, Kabát Petivel ezeket megbeszéljük, és nyilván majd különböző vészhelyzetekre leszünk kíváncsiak itt a hallgatók esetében, amiért egyszerűen fel kellett rúgnotok minden szabályt. És ez nem biztos, hogy ilyen WC ügy, ja, mint Eric Diernél volt, bármi előfordulhatott veled, amikor azt mondtad, hogy nem, most muszáj ezt megszakítani. Igen. Na, Vályi Pisti, ugye autós újságíró barátunk, 9 után jelentkezik be, és ez egy érdekes kérdés lesz. Én nem tudom, hogy itt most a szóhasználaton fogunk-e vitatkozni. A lényeg az, hogy az elgázolás és az elütés közötti különbséget próbálja ő majd megoldani. Egyikben sem jó benne lenni. A gázolás durvábbnak hangzik. Az biztos. Igen, de én például most a külföldi nyelvekre gondolván nem érzem, hogy nagy különbséget tennének. Tehát az itt autó előtt és előtt, az előtt, érted? Az most akkor vagy súlyos, vagy kevésbé súlyos érülés, de előtt. Az elgázolás, az már egy picit ilyen... Az, amikor keresztül megy a gázolásban, benne vagy, hogy az autónak a teljes hossza keresztül megy a testeden. Te így érzékeled. És nyilván a gázpedál, igen, miatt, érted? Most senki ne, persze, gondoljon, mit tudom én, a második világháborús elgázolás szóhasználatra, mert az egy teljesen más történet, de ezért egy picit aggályos is. Nekem ez az elgázolás. Ráadásul az autóban nem gáz van, ha csak nem gázüzemű, hanem benzin. Miért gázpedál nyomsz, amikor dízellel mész, akkor miért nem dízelpedált nyomsz, és akkor miért nem eldízelesíted? Eldízelezed. Vagy eldízelezed. Na jó, Vályi Pistivel lesz miről beszélgetünk, mert hogy ő az egyiket elszenvedte egyébként. A másik téma pedig, hogy Mihály Schumacher fia Mick pénteken debütál a Forma 1-ben. Ez egy izgalmas kérdés. És egy nehéz örökség egyébként. Nagyon nehéz örökség, és ugye a kérdés az, hogy például örökölhetőek ezek a fajta gének. Biztos. És mindenki őt fogja nézni. Na jó, ez lesz a mai program, ez a mai étlapunk, vagy műsorunk, vagy nem tudom, minek nevezzem. Jöhetnek a tegnapi nap legjobb pillanatai. Hát igen, ez volt az a téma, ami nagyon sokakat foglalkoztatott, hogy vajon miért kell egy párkapcsolatban elmondanunk azt, hogy a múltban hány
illetővel volt dolgunk, finoman fogalmazva. Hasonlóképpen, mint ahogy a jelenlegivel is, és egyébként abból indultunk ki, hogy a Nyerő Páros című műsorban Puskás Peti Dalos Boginak a jelenlegi párjának bemondta a 4-500-at. És ettől sírva fakadt. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! Dél 7 lesz pontosan 4 perc múlva. Itt van egy ilyen SMS. Jó reggelt, nem érdekes? Nektek rögtön kész a teszt, az átlag ember meg napokat vár az eredményre. Szép napot nektek, üdv Tök Mag. Tök Mag nem érdekes, tudod mi az érdekes? Az akadékoskodó SMS-ek. Azok az érdekesek. Elmondom miért. Mert például a PCR tesztre mi is napokat várunk. Ez egy másfajta teszt, ami az egyik ugye orrváladékból, a másik vérváladékból, vagy vérváladék, vérből állapítják meg, és ez viszonylag hamar megvan, ez megvan 15-20 percen belül. A Gyuri, aki még közelebb volt Anethez, ő meg még ugyanúgy, mint az átlag ember, ahogy te fogalmazol, vár a PCR eredményére. Csak mi megnyugtattuk magunkat, hogy mi többiek ezzel a gyors tesztet is mindannyian negatívak vagyunk. Egyébként, ha te odamész, ahova mi mentünk, ott ugyanez történik veled is, pénzbe kerül, hajrá. De én most így meg tudom mondani így SMS-ből neked, hogy te is negatív vagy. Ez milyen szép. Ugye? Most odaszúrtam egyet. Ilyen értelemben, átvitt értelemben, amolyan értelemben. Há, Laci, sugárzol. Köszönöm, apu szoknyája mellett nagyon bátor vagyok. Na, sziasztok Istennek, bocsi, nagyon örülünk a visszatérésednek. Te tudod Magyarországon, hogy mi kell a népnek. Hajrá, Pacsi, Szabi. Igen, én vagyok Ági. Igen. Ági. Puszi és mielőbbi koronátlanosítást Anettnek. De ez olyan jó, hogy álommeló és álomfizú, amit az előbb megírt, akkor ez szerint jót sikerült összehozni neki. Nagyon boldog vagyok. Ez szokj hozzá, mi szoktunk jókat összehozni. Megpróbálok hozzászokni, nekem ez új dolog. Na, és 5 kg-ig az egyik nemzetközi futárszolgálat, nem mondom a nevét, üzenik egyébként Dániába, hogy hőtartó hűtőzacskóba csomagolva, dobozolva, akár Dániába, akár Debrecenért is fillérekért kiviszi. Na, az tök jó. Ja. Akkor megvan oldva ez is. Na, tegnap ugye arról beszéltünk, miután Puskás Peti lesokkolta az ő drága, nem feleségét, barátnőjét, Bogit azzal, hogy neki 500 nője volt előtte kb. Hogy egyáltalán miért kell ezekkel a számokkal itt hősködni, de nem? De tényleg egy férfinak nem a barátnő előtt kell kérkedni, szépen játszani kell a számokkal, és bemondani egy alacsonyat, és akkor szeretni fog téged. Ez történt az előző adásban. Hát akkor most nézzük ezt a történetet, ami ugye a Nyerő párosból fakad, Dallos Bogi és Puskás Peti, ők ugye egy gyönyörű pár, már körülbelül egy éve, és most valamiért úgy érezték, hogy ők ebbe a játékba beneveznek. Na és akkor néhány napja az egyik adásban volt egy játék, ahol úgy szerezhettek pontot, hogy a női tag meg tudja jól tippelni, hogy a párja, azaz ebben az esetben Peti, hány nővel volt együtt korábban. Igen. És akkor röpködtek a tippek, ilyen százas körüli számok, és akkor Dallos Bogi eleinte nem nagyon akar találgatni, és végül azt mondta, hogy hát 200 felett gondolkodik. És hát aztán kiderült, jött az érdekes fordulat, hogy ez egy nagyon csúnya alábecslés volt, ugyanis Puskás Peti azt a választ adta a játék előtt, hogy 400-500, ha nem több. Ha nem több. Ha nem több. És képzeljétek el, szegény Bogi, ott a helyben a felvétel utáni beszélgetésen elpityeredett, és amikor Puskás Peti megkérdezte tőle, hogy miért sír, akkor ő csak annyit mondott, hogy menjünk tovább. És tehát gyakorlatilag miért sírsz, Bogi? Hát ez egy siker. Igen, Bogi, nem hát nézd, 4-500 nővel. Én... Igen. Hát ez jó, óriás, ez egy teljesítmény, ez egy siker. Igen. Hát nézd rá, milyen pasid hát van. Micsoda férfi, igen? Milyen férfi vagyok nem. Itt melletted neked? Bogi, hallod? Nem, azért ez egy teljesítmény, ezt neked is el kéne ismerni. Papa. Papa, mama, anya. Mama. Egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy mi az oka annak, hogy ezt valaki számon tartja? Tehát mi... Tehát, ti számoltatok? Laci, gondolom, hogy neked kevés volt. Hát kevés, tehát ha tizet egy mondok... Egy kezeden? Nem, két kéz kell hozzá, de egyébként, hogy tényleg én ezt ilyen normálisnak tartom, általosnak tartom. Tehát egy ilyen tíz. Én nem tartom a tízet szörnyűnek. Tudom, Gyuri, hogy hát ráncolod a homlokod, én is, de nem tartom szörnyűnek. Tehát nem. A tíz az oké. Okay. Ott már Laci... Nem, ez nem nektek volt szörnyű, hogy csak tíz. Nem? Tehát az teljesen... Hát nem tudom, hogy vagytok ezzel, nekem a 4-500 az soknak tűnik. Gyuri, neked mennyinek tűnik a 4-500? Nekem nem hihető. Most nem hihető? Nem. Julio Iglesiasról mondják, hogy neki rengeteg volt. Azt, ja, itt egy adat. 1976-ig volt 3000 nője. Bár a Gyuri úgy írta, hogy fő. 3000 fő. Ez már statisztika. Per négyzetkilométer. És ez per négyzetkilométerben értendő. De ez akkor Puskás Péter...
500 fő. Van egy pici kamuszaga ennek a dolognak, maradjunk. Én nem tudom, és hogy a kamuszaga van, akkor miért? Tehát az a baj, hogy... Na mindegy, jó, kezdjünk el számolni, hogy ez mennyire reális vagy sem. Ugye jó. Puskás Peti feltűnt 2006-ban a Megasztárban. Igen. Nem is gyűrte végig ezt, tehát nyilván előtte nem volt nője, ugye? Hát igen, így könnyebb lesz számolni. Így van. Akkor... Következett az X-faktor, mentori széke, ugye ez 2016-tól volt, na valószínűleg itt turbózódott fel a mennyiség. Igen, tehát én egy kettes szorzót lehet, hogy azért beraknék, csak azért segítsünk Petinek, hogy kijöjjön a szám. Na várjál, akkor számoljunk tovább. Dalos Bogival van ugye egy éve együtt, ahogy mondtuk, tehát ezt levonjuk ebből. Igen. Marad 13 év. Ebből levonhatunk hármat, ugye itt a Megasztár utáni Pangás, meg nem tudom micsoda. Igen, igen. Tehát most nagyon durván, nagyon-nagyon-nagyon durván, 500 osztva 10-zel. Tehát évente az 50 nő. Az évente 50 nő. Hogyha most 52 héttel számolunk, 52-50 teljesen mindegy, az azt jelenti, hogy hetente minimum egy új nő. És volt két szabad hete? Vagy ahogy a KSH mondaná, fő. Igen. Per hét. Mi egy fő per hét. Tehát igen. Egy fő per hét hány éven keresztül? 10. 10 éven keresztül. Hát ez képest nagyon jól néz ki a Peti. Éven keresztül egy nő per hét. Ez egy főállás, tehát ez egy kemény munka. De figyelj, Gyuri, hát azért mi ismerjük ezt a sportot. Tehát, hogy ez azért nem olyan egyszerű. Hát nem. Hetente egy új nőt összehozni. Érted? Tehát ugye jön a becserkészés, jön a megvalósulás, és utána az eltávolítás. Igen. Az eleje hosszabb, a vége rövidebb. Ez egy nagyon csúnya játék, ez sok férfi csinálja, nagyon csúnya játék, nem abszolút elítéljük, de hogy ez egy hét alatt, és ezt minden héten reprodukálni 10 éven át, igen, hogy kijöjjön ez a szám. Nagyon elfoglalt 10 éve lehetett a Péternek. Ez tényleg, emellett azért dolgozni nehéz lehetett. Hát ne, fáradt is. Fáradt, igen, látszik, fáradt. Ezért nem merte vállalni először az X-faktort, mert fél, hogy attól annyira beindul a dolog, hogy teljesen szétcsapja magát. Nem fogom tudni már vállalni. Ezt nem tudom vállalni, gyerekek. Jó, tehát én azt üzenem innen Boginak, hogy nyugodj meg, Bogi, mert nem jön ki a matek. De tehát ez nem jön ki, ez a matek. Mi hát lehetett igen. Az a két hét, amikor nem? Tehát akkor egy ekkora masinista miért tart két hét szünetet? Ekkora masinista? Hát lehet, hogy nem tudom, szenet kell tölteni a izébe, a tartályba, vagy valami. De hát egyébként lehet, hogy nem egyben vette ki a két hetet, a hanem ugye az azt jelenti, hogy 14 szabad napja volt, ugye két hét, tehát azt lehet, hogy elszórt, amikor azt érezte, hogy jó, most nem bírom rögtön újra kezdeni hétfőn, tehát akkor kivette azt a hétfőt, és ebben, csak kettőt. Ebben a szövegkörnyezetben se nem szeretem a tartály, se nem az elszórt a szavakat, de... Igen. És nem szeretnék majd a végén bocsizacsit adni senkinek, de térjünk vissza. Ez a Bocskor, a Retro Rádióban. Ami másnak egy semmi, az neki maga a csoda. Mondd, ma mi nyűgöz le, Laci? Laci, ma mi nyűgöz le, árvet hét elmúlt pontosan egy perccel. A McLaren-es írt nekünk, hogy amikor hajnal kettőkor felriadsz és beléd hasít a tudat, hogy a terasz asztalán felejtetted a laptopodat, és kin ömlik az eső. Felejthetetlen érzés, jó reggelt neked is, McLaren-es. Végre, bocsi, visszajöttél, olcsán még parasztokat üzeni, Robi a primitív. Bármikor. Csak jelentkezni kell SMS-ben. Sziasztok, islerek, ha van rá lehetőség, kérnék egy tapsot a Békés Csabai Réti Pál Kórház intenzív osztály dolgozóinak, mivel az én drága kislányom, Marian, is ott dolgozik, mint ápoló. Most indulok Antwerpenből, hétvégén már otthon leszek, 20 éve nemzetközizek, kitartás nektek ebben a nehéz pandémiás időszakban, puszil az apafej, köszi, hogyha beolvassátok, benneteket hallgatnak ők is. Marian drága, és mindenkinek ott a Réti Pál Kórházban, az intenzív osztályon, egy nagy tapsot, ez a legjobb, amit adhatunk, így akusztikailag. Ez milyen jó, hogy a győri intenzíves nővérkék velünk vannak, a Békés Csabaiak velünk vannak. Igen. Jó, hogy jelentkeztek, tényleg. Jó hír. Így van. Semmi bajom... Várjál. Szia, bocsi. Mától hiszek a telepátiában, ugyanis pont a méhekről álmodtam. Ma hajnali három körül, és nincs csak bekapcsolva a rádiót, pont méhekről beszéltek. Ez hihetetlen jó a műsor. Augusztus 31-től én is szívesen kelek korán Kukker Győrből. Köszi, Kukker. Na, Laci, valami lenyűgözött meg. Gyerekek, én rájöttem arra, hogy Franciaország az én helyem. Képzeljétek el, ott a Côte d'Azur-ön, a strandokon, ugye ott biztos a csendőrfilmekre emlékeztek, Louis de Funès és a... Hogyne, hogyne. A topless napozó nőkre. Ugye hát az nyilván kellett a filmbe egyébként a szórakoztató faktor miatt, de hogy ott egyébként van ennek egy divatja, meg kultúrája. És a toplessnek. A toplessnek. Meg hát nem tudom, hogy a nudizásig elmennek-e vagy sem, de a toplessnek van egy kultúrája, ez biztos. És én rájöttem, hogy tulajdonképpen az az én helyem, mert ha mi külföldre megyünk, akkor
ha lehet, szeretnéd mutatni, amit van. Nem szeretném megmutatni, hanem úgy döntök, hogy nem megmutatom. Hát nyilván keresünk egy olyan helyet, ahol azért ez megoldható úgy. Te belföldön nem topless-ben vagy, ugye? Dehogy is. De mi elmegyek egy wellness szállóba. Ja, hogy topless? Hát én topless-ben bárhol. Nem, én nem. Milyen bikinid van idén? Teljes. Nem, én az egyrészesbe hiszek. És... A borátor? Nem, hát nem kell följönni. Hát a férfi fürdőruha vagy fürdőnadrág is egyrészes. Hát tulajdonképpen, egy. Ezt így mondhatjuk. Ilyen értelemben egy. De én olyankor azt is elhagyom, a teljes szabadságot akarom megélni, mert amikor kint vagy a napon, és a fölforrósod, és a naptól olyan illatos lesz a bőröd, és bemész a tengervízbe, ahol megéled a teljes szabadságot. Én értem, Laci, de most ne legyél már ennyire, hogy is mondjam, felizgulva, de hát a top lesz az, hogy a nőknek a dolga. Tehát... Igen, csak arról akarok beszélni, hogy ezt mondjuk külföldön én bemerem vállalni, de ehhez képest Franciaországban, ami történt, ott a földközi tengernél... De nem te, Laci, hát te topless vagy itthon is, kisgyerekkorod óta. Hát a nőkről mi az, hogy te bemersz? Mit mersz bevállalni? A nudizmust. Tehát, hogy a totál nudizmus ezt felé. Ezt mondom, a teljes frontális mesztelenséget. Ezt nem tudtam, hogy ez a vágyad. Na mesélj, kíváncsi. Nem ez a vágyam, én ezt meg is élem. Tehát ez nekem ez nem egy bakancslistás dolog. Hát a diófa alatt látjuk. Hát jó, persze, amit a hallgatók csináltak Photoshopban, és látod, például otthon a kertben ezt nem csinálom, mert Béla bácsiék átnéznek a szomszédból, Magdiék, stb. Ja. Az nem lenne jó. De amikor nem ismer ott téged senki a tengerparton, messze, a mély Horvátországban, egy öbölben, akkor az egy csodálatos dolog. És Franciaországban most az történt egyébként, hogy egy család csendőröket hívott topless napozó nőkre. Tehát, hogy ott a mesztelenségnek ez a félig fokozatát sem viselték jól. Mire a belügyminiszter kiállt, mert úgy érezte, hogy meg kell szólalnia ebben az ügyben, és azt mondta, hogy a mesztelenség, illetve a topless napozás az egy különösen értékes jog. Tehát, hogy neked... Egy szabadságjog, így van. És abszolút, én ezzel tökéletesen egyetértek. És Magyarországon ez egy nehéz ügy. Tehát vannak ilyen elkerített strandok, nem? A Délegyháza volt erről híres. Nem tudom, hogy Lupánál lehet-e, nem tudom. Hiszem. De egy-két Bányatónál vannak. Igen, ez egy kulturális kérdés valahol, hogy mely országban megengedőbbek, ugye azt mondják, hogy minél északabbra mész, svédek, nem tudom, németek, stb. És ahogy mész délre, illetve főleg keletre, ott egyre kevésbé. Igen. És a szauna kultúrának ez ugyanúgy a része. Tehát én azt nagyon kedvelem külföldön, amikor egy szállodában nem kérdés, hogy a szauna mesztelenül megyünk. Tehát azt a likrás, nem tudom milyen fürdőgatyát nem tartod magadon. Nem ikrás, az a vágít neked. Milyen fürdőgatyát? Likra. Az mi? Likra, hát ilyen műszálasanyag. Műszálas. Ki akar magán 80-90 fokban, meg 100 fokban műszálas anyagot tartani? Hát bevallom én, pedig nem vagyok annyira személy, de én igen. De hát amikor Kimi Räikkönennel szaunáztam, és ő bejött egy szál himbilimbibe, akkor úgy néztünk a bátorságát illetően. Ja, hát nekem a legjobb az volt, hogy hévízen voltunk szállodában, kérlek szépen, és bent ülünk. Neked is van egy Forma 1-es versenyződ? Nem, sokkal jobbat fogok mondani. Bejött a szaunába, és ő nem volt mesztelen, mindenki más mesztelen volt, Tőkés László. És akkor mit mondasz, dicsértessék? Ő volt mesztelen, Tőkés László mesztelen volt? Nem, ő nem. Ja, ő nem. Hát és akkor mindenki. Milyen színű volt a sortja? Hát erre már nem emlékszem, szerintem egy törülköző volt rácsavarva. Tehát, hogy lehet, hogy alatta volt egy sort. Ugye, tökre rendben van. Tehát én is úgy mentem volna, mint Tőkés László. Általában úgy csinálom a dolgaimat, mint Tőkés László. Hát jó, de azért csak keresztbe rakod általában mindent. Nem, hát gondolom hévízen, ugye nagyon-nagyon sokan németek, meg hasonlók vannak ott, akiknél, németeknél is már a szaunázásnál kötelező a mesztelenkedés. Tehát ott nem illik fürdőruhában bemenni szaunázni. Most, hogy ott vannak többnyire hévízen, majd jön ez a drága lelkész úr, érted? Aki plusz szégyenérzettel van megáldva. Érted? Hát nyilván magára tekeri a szálloda frotírját. Az rendben van, de amikor bejön hozzád a tiszteletes a szaunába, és te mesztelen vagy, akkor hogy érzed magad egy egyházi ember előtt? Te mit csinálnál akkor? Hát belépne hozzád egy pap? Mit csináltam? Mit csináltál? Azonnal kicsit oldalra fordultam, és így keresztbe raktam a lábam. És ilyen nagyon kényelmetlen volt a dolog, mert azért... Hogy szólítottad meg a lelkész urat? Jó napot kívánok. Tehát gondolkodtam, hogy ahhoz az egyházhoz tehát melyik köszöntés kimmel. Tehát még fel is hívtad magadra a figyelmet. Beüljéskedj már, utálom, amikor bemész a szaunába, és nem köszön senki. Hát az szokott. Ezért egy... mély hangon keresztbe tett lába a pucéra, jó napot kívánok. Hát én, amikor mesztelen vagyok, nem köszönök minden bíborosnak, aki szembe jön. Akkor már pedig sok bíboros jön szembe, igen, a pucéra vagy. Számtalan eset volt, amikor bocsival szembe jött egy bíboros, amikor éppen mesztelen volt, és nem köszönt. Most viccelős kötsz meg, nem tudom, mit csinál.
csinálsz, de hát hozzád bejött a lelkész. Hát most mit csináljak? Nem zárhattam magamra a szaunát belülről, ott volt még 20 ember. És kezdeményeztél beszélgetést úgy, hogy... Dehogy kezdem, miről beszéltem volna vele? Hát azért vele van miről. Hát, mi, hát biztos, hogy velem is van. Tehát, hogy ő is, azért ő is kezdeményezhette hát volna. Hát egy ilyen fapados szauna talk show. Hát ja, de... ja, igen. Uh-huh. És papúr, hogy mennek a dolgok? Tehát, hogy nem megyek bele ilyenekbe, mert mindig attól félek, hogy nézted a testét? Hát csak a felső testét na néztem azt, meg. Na azt, te nézted? Teljesen átlagos ilyen papi test volt. Már úgy értem, és hogy papa, ugye, papi. Hát sajnos nagyon sok felnőtt férfi van, aki látott gyerekkorában papi testeket. Hát én ekkor már nagykorú voltam. Tehát hát aki tud átlagolni. Persze. Az alatt ilyenre gondolsz? Hát igen. Hát az teljesen átlagos. Én még életemben állottam papi testet. Nem viccelj már. Akárány bíboros szembe jött, ő föl volt öltözve. Én nem egyházi értelemben mondtam, hogy papi, hanem mint papa. Ja, bocs, daddy buddy volt. És egyébként a másik része ennek a mesztelenkedésnek ez a feljelentkedés. Tehát engem már például mesztelenségét jelentettek. Hát nem föl, nem rendőrségnél, de például hol? Régen, ahol jártam konditerembe, ott volt szauna. És nagyon gyér volt délelőtt a forgalom, és gondoltam, hogy akkor na, én most bemegyek a szaunába, és az a két oldalról, a két öldözőből lehetett bejönni, de csak egy törő között vittem, és nem volt ott senki, kiterít, bejött két férfi, leültek, ekkor se fedtem el magam törő közöbe, mert azt gondoltam, hogy az egy férfiak között ez nem okoz problémát. És a két férfi nyomott fel a recepciónál. Két férfi oda a recepción. Tilos, nem tudom. Hát, tilos vagy tűrt? Benne volt a házirendben, tehát én megszegtem a házirendet. De ez a nagy nyilvános lóbálásod? Már elnézést. Ez nem nagy nyilvános lóbálás, egy szaunában, ahol egyedül vagyok. De hogy és... nem, beülsz egy szaunába, és várod, hogy benyissanak rád, és ott ülsz. Igen, mi ez a vágy? Mit csináljak, hogyha mindig bejön egy híresség, amikor szaunázom? Nem tehetek róla. Tényleg. Nem tudom, érdekes ez az igény, de mondom, nem vetlek meg ezért. Tehát ez... Köszönöm. Ez tényleg bizonyos kultúrákban teljesen természetes. Én ott valahol középúton vagyok. Nem vagyok túl szemérmes, de nem is vagyok ez a... Hogy lehet ebbe középúton lenni? Tehát vagy mesztelen vagy nem vagy mesztelen. Mi az, hogy középúton vagyok ebben? Hogy csak félig a kilógat? Szóval, hát... Nem úgy értem, hogy egy picit sejtettem a dolgot. Tehát nem... Csak a slitzed. Igen. Nem, de hogy... Tehát, hogy betömsz egy zoktit a törülköző alá, amikor bemész a szaunába. Sem. A... Nem, nyilvános helyen szemérmes vagyok. Akkor inkább így mondom. De otthon, privát környezetben, ott kevésbé. Na, ja, akkor értem, így, jó. Hát ez így, egyébként ennyi. Ezzel tehát, sokan így vannak. Na, persze. Ezzel a legtöbben így vagyunk. Úgyhogy... Nem csak úgy, ahogy te, aki... ismeri az átlagos papi testet. Jó, köszönöm szépen, hogyha neked ez a tanulság ebből, akkor bemutatkoztál. Köszönöm szépen. Na jó, jövünk vissza egy érdekes dologgal, mert olvastunk egy hírt, és aztán nagyon-nagyon sok hírt olvastunk még a méhészettel és a mézzel kapcsolatban. A legmegdöbbentőbb az volt, hogy Zala és Baranya mennyében az elmúlt hetekben méh kaptárakat loptak. És ez teljesen érthetetlen számomra, mert azt tudjuk, hogy ebben az országban az sok mindent lopnak, de méh kaptárakat, mit kezd vele az illető, egyáltalán el lehet-e vinni egyik helyről a másikra, abból még nem biztos, hogy méz lesz, hogyha te átviszed a saját telkedre. Tehát, hogy már semmi sem szent. Meg a méhészeket, tehát tényleg egy olyan figura egy méhész, akit úgy tisztelsz. Abszolút. Azért nagyon komoly munkát tesz abba bele, hogy neked pár üveg mézed legyen. Hát az iszonyú idő, energia, stb. És pénz. És akkor ellopod a kaptárját. És akkor itt jön az, hogy egyébként most egyre kevesebb lett a magyar méz, holott mi méz nagyhatalom voltunk. Bizony. Vagy remélem még vagyunk is. És aztán így minden elkezdett pörögni a fejünkben a mézzel kapcsolatban, erre megint jön egy hír, David Beckham méhésznek állt. Tehát, hogy rendesen vett kaptárakat, és most ő teljesen komolyan veszi ezt a dolgot. És akkor rátaláltunk egy kampányra, itt Magyarországon, hogy tehetsz méh többet. Ez egy kampány, amely nyilván a mézfogyasztásra próbál buzdítani, esetleg a méhészet megkedvelésére, és ennek a kampánynak a megálmodója Vida József, a Takarékbank elnökvezérigazgatója. Őt hívjuk majd fel telefonon, mert képzeljétek el, ő például kaptárakat telepített a Takarékbank tetejére. Tehát a székház tetejére, ahol ő dolgozik. Ja, igen, hogy azért a dolgozók egy kicsit féljenek. Igen, tehát tudod, mi föl szoktunk menni itt a hatodikra, igen. És mondjuk képzel el, én ide telepítenék nektek egy ilyen méhkaptárat. Mert a méhek, azoktól nem félsz, ugye? Tehát az nem. Tudnak csípni rendesen. Igen, a darázs veszélyes. A darázs az sokkal veszélyes, a méhektől nem félsz. Ugyanakkor a méz az egy annyira pozitív, nekem az egész gyerek
gyerekkoromtól máig, tehát amikor mézet látok, akkor imádom csurgatni, és olyan sárga is szép, és akkor alig várom, hogy belearapjak egy kalácsba. Tényleg így van, nem viccelek, nagyon imádom. Abszolút. Csak láttam, ahogy otthon kinyitsz egy mézet, csak azért, hogy azzal a gumós fa kanállal itt csorgasd, mert olyan szép. Uh-huh. Így van, most már van ilyen nyomósom is. Na mindegy. Szóval Vida Józseffel megbeszéljük azt, hogy egyébként mit kezdhet valaki azzal, hogyha méhkaptárakat lop. Akkor mi a helyzet most a magyar mézzel? Hogy tudjuk megkülönböztetni? Ez is a hírekből van, hogy rengeteg hamis méz van, például a szupermarketekben is, hogy ott hogy tudunk tutira menni. Hogy az tényleg egészségtelen, vagy csak egy sima átverés, és egyébként bajod nem lesz tőle, hát nagyon nem lesz tőle, de átverés. Nem jó, így van. Na jó van. Szóval ezzel folytatjuk majd a hírek után. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 7 óra múlt 13 perccel, jó reggelt mindenkinek! Szia Laci! Jó reggelt, hello, szia jó reggelt. Gyuri éppen telefonvonalban, de Ati, akkor szia neked! Hello! Nem mer a maszk miatt köszönni. Így van. Na jó, mindenki megvan, mindenki jól van. Kezdjük is el, mert engem ez baromira felháborított ez a történet, hogy nyilvánvalóan Magyarországon sok mindent lopnak. Olyat is lopnak, amit máshol nem lopnak, ez valahogy nálunk folklór, de hogy most például az utóbbi hetekben Zala és Baranya megyében Balaton-Magyaród és Hídvégpuszta között elhelyezett méhészetből elvittek 14 rajládát, tehát gyakorlatilag ilyen méhkaptárokat loptak el, nyilvánvalóan a bennük lakó méhekkel, minden együtt. Szóval ez valami elképesztő. Ezt nem is tudtam, hogy 14, ez az iszonyú igen. mennyiség. Igen. Nyilván elkezdődik a rendőrségi nyomozás, minden, és fel se tudjuk fogni, hogy egy ilyen méhész gazdát milyen kár ért, és tényleg nem értem, hogy egyébként autókat lopnak, tudom, hogy miért. Egy méhkaptárat, a 14 rajládát minek? Tehát ott valaki úgy gondolja, hogy ért hozzá, és majd kicsurgatja belőle a mézet? Hát igen, ahhoz egy nagyon komoly szakértelem kell, hogy azokkal az állatokkal foglalkozzál, hogy milyen virágport gyűjtenek, hogy abból hogy csinálsz mézet. Tehát ez nem úgy van, hogy valaki csak úgy ok nélkül, mert az egy értéket képvisel, akkor felrakod az eBay-re, vagy mit csinálsz vele? Igen, nem, tehát önmagában is felháborító, csak az a baj, hogy aztán itt a méz kapcsán ugye rengeteg más cikk is jött szembe. Például az is, hogy a napokban volt egy ilyen cikk, hogy a magyar méhészek nincsenek nagyon jó helyzetben, mert nagyon gyenge volt az idei termés, és jóval kevesebb mézet sikerült termelni, mondjuk az előző években, pedig ugye mi egy méz nagy hatalom voltunk. Hát azt olvastam én is, hogy lehet, hogy importálnunk kell majd mézet, ami azért Magyarországon nem szokott előfordulni. Hát igen, így van. Aztán maga a méhészkedés, ha már van kaptár, az egy baromi izgalmas munka. Tehát én legalábbis annyit láttam belőle, hogy ilyen gasztroműsoroknál ugye van egy ilyen baromi laza méhész, az oda megy a kaptárokhoz, és van egy gasztroember, az meg be van öltöztetve ilyen szkafanderbe, és nagyon fél. Fél. Igen. Mindig ez. Ez a fő attribút. Jújjúj, ehhez szabad hozzányúlni? Nem fognak megtámadni? De nagyon-nagyon látványos. Aztán nagyon. Azt is elfelejtjük, hogy a méz, illetve a méhek, elnézést, a méhek az élelmiszerek 70-80%-ában valamilyen szinten szerepet játszanak. Tehát hogy nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek. Igen, tehát hogyha a kis paradicsomodat szereted a szendvics mellé elfogyasztani, vagy belerakni a kis salátádba, akkor a méhekre szükség van. Beporzás meg minden miatt. Ez az, Laci. Óriási vagy, nagy vagy. Igen, már féltem, hogy mézes paradicsomot fogsz mondani, de... De egyébként az nem hülyes, nem hangzik rossz. Nem hangzik egyébként az sem rosszul, így van. Szóval, akkor jött megint egy hír. David Beckham. David Beckham méhészkedik, és ez nem vicc. Képzeljétek el, hogy itt a karantén alatt vidékre költözött a családjával, és baromira bejött neki ez az életforma, és akkor épített egy kaptárt. És általában nem a pénz motiválja, hanem szenvedélyből csinálja, és a barátai azt mondják, hogy David nagyon komolyan gondolja, minden szerelése megvan. Tehát nagyon-nagyon profin, és szeretne ebből egy márkát alapítani, és így tolni az ő mézét. Hát nyilván egyébként nagyon sok pénzt tudna vele keresni, hogyha ezt ilyen bekemes brendeléssel, vagy nem tudom mivel értékesíteni, de tényleg ez egy olyan foglalatosság. Egyedül vagy, kint a természetben, a kis kaptáraidat, a kis személyesen ismert, névről ismerik a méheiket, nyilván nem. De hogy azért az egy nagyon jó kis foglalatosság. Meg lehetne csajozni is vele. Tehát azt gondolom, hogyha én a kertbe felállítok néhány méhkaptárat, nem? És az milyen menő? Na jó, de az a helyben csajozás, tehát az nem úgy van, hogy az autóval mész, és akkor látják. Nem. Az a helyben, amikor gyere nézd meg, nekem van, hát én csinálom a mézet reggel a kalácsodra. Nincs az önő, aki nem aludna ott szerintem is. Bocsi, te egyébként abszolút a méhész típus vagy, tehát én látlak téged ebben a hálós kalapban. Igen, én szeretnék egy ilyen rock and roll méhész lenni, akinek már nem kell védőfelszerelés. Tehát ez a lazza, aki oda megy picit a füstölőjével, és minden méh nem. A barátja. Szerintem a szivarfüstöt nem szeretik ezek a méhek. Nem, nem hiszem, biztos, hogy nem teszi ott. Szivarfüstöt ők.
Én azt gondolom, hogy tegyünk egy picit rendet a dolgokban, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a Takarékbank elnök vezérigazgatója felkarolta ezt az ügyet. Tényleg találtunk egy kampányt, ennek a kampánynak az a címe, hogy tehetsz még többet, és ennek a megálmodója a Takarékbank elnök vezérigazgatója Vida József, aki itt van velünk a vonalban. Szia Józsi, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, szervusztom! Jaj, hogy vagy? Hát én... Jól, fogalmazunk úgy. Most a méhek már aludni térnek lassan, mert elég hűvös az idő. De ez azért hihetetlen. Tehát komolyan mondom, hogy engem baromira érdekel ez a tehetsz még többet kampány, egy picit utána olvastam, hogy hát te azért egy pénzügyi ember vagy, ugye? Az is a szorgos betakarításnak egy műfaja, hogy tehát hogy egy bankot tudod, hogy kell működtetni, de hogy jött az, hogy most még zümmögés hallatszik a Takarékbank tetején? Hát köszönöm a bizalmat, hogy azt mondod, hogy bankot tudok működtetni. Hát már, eddig úgy tűnik. Így néz ki, ez már jó jel. Hát a méhecskéket meg szeretjük gyerekkorom óta, meg a mézet is, és egyébként nem csak én, hanem Nagy István miniszter úr is vitt a minisztériumban is egy kaptárat, hogy ott is riogassák az embereket a méhek. De azt gondolom, hogy Budapest az egy nagyon jó mélegelőnek tűnik most így az elmúlt időszakban, hiszen nem nagyon volt más kaptár a környéken, úgyhogy a méhecskék szabadon mehettek és gyűjtögethettek. Bár amit mondtátok, hogy Magyarország az egy eléggé nagy hatalom ebben, tehát majdnem azt lehet mondani, hogy egy négyzetkilométeren 13 méh család repked, úgyhogy ez... De ez például az előbb említetted Budapesten, ez Budapesten is érvényes? Az ember azt gondolná, hogy itt olyan a légszennyezettség, hogy a méhek nem is tudnak mit kezdeni magukkal, itt azért megtalálják a maguknak a szednivalót? Persze. A városi, azt kell mondani, lét és a városi növények is azért valamilyen módon virágoznak, csak lehet, hogy nem veszik észre, mert ugye maga a fű is virágzik, és azt is kell porozni valakinek, csak ez elkerülje a figyelmünket. Azok a fák, amiket látunk nap mint nap, észre se vesszük, azok is virágoznak, tehát, és az év minden szakában vannak virágok, tehát egy méhecske el tud repülni 4-5 kilométert, és mondjuk, hogyha én az Infopark G-épület tetejét nézem, akkor onnan légvonalban azért nincs olyan messze például a Gellért-hegy. Ja, tényleg, igen. Lehetnek virágok. Hát kifelé Budapest. Egy-egy ilyen park azért rejt olyan dolgokat, amit mi nem is gondolunk. És egyébként bele-bele nézel minden reggel? Tehát így kihúzod, mint ahogy én szoktam látni a tévében, hogy kihúzzák ezt a egy ilyen, nem, egyébként nem tudom mi a neve ez a tábla. Lép. És azonban a lép. Kereteket, igen. És akkor te így késsel, így megmetszed, és akkor így csurog a poharadba, így reggel a kávéhoz? Hát nem, ez azért ennél bonyolultabb a méhészkedés. No. Azért nem is értettem, hogy miért lopnak kaptárakat, mert ezt én sem értem. Kaptárat lop, az munkát is lop magának. Igen. Tehát, hogy azért ezzel sokat kell dolgozni, de vannak ilyen emberek, akik úgy látom, hogy a munkát is szeretik ellopni, és szeretnének vele dolgozni. Munkát lopott magának. Annyi más munka lenne, amit érdemes lenne ellopni egyébként. Igen. De hát ugye kik lophatják, az általában szerintem vagy méhész lopta el, mert én azért bevallom őszintén, hogy úgy csak hogy megyek és fölkapok egy kaptárat a hátamra, vagy többet is, az nehezen képzelhető el, mert beszoktak költözni az emberek, és valamennyire kell érteni a méhekhez, mert azért ők sem adják könnyen a kaptárjukat. De egyébként, hogyha én most volt, ha tudjuk. Én szeretnék méhet, vagy magamnak egy kap... Én, tehát hol lehet venni méhet? Tehát egyet lehet, hogy még tudod szerezni a kertben, de egy kaptárat, ezt azt gondolom nem lehet kapni, nem? Lehet kapni, meg lehet építeni, viszont ez egy sokkal felelősségteljesebb munka, mint hogy csajozásra használjuk. Jó, de azért lehet vele imponálni, tehát most... Hát akkor bérelni kell, tehát akkor azt ja, lehet keresni egy méhét, okay. És akkor az, hogyha kell, oda viszi neked két hétre, és ha két hét alatt nem tudsz becsajozni, akkor nem a méhekkel van a gond. Akkor igazad van. Na minden, meg kipróbálom. Nem, most egyébként magáról, a kampányról beszéljünk már egy szót, hogy tehetsz még többet, ugye nagyon hangzatos ez a cím, de egyébként mi a célja ennek? Tehát mit tudunk mi tenni, aki ezzel a kampánnyal valamilyen módon találkozik, a méhészetért vagy a mézért? Hát az, hogy észrevegyük, hogyha lopják a kaptárat, és akkor hívjunk valakit, hogy ne lopják el, ez már egy fontos dolog, de egyébként az volna inkább ennek az egésznek a hát, siker története. Egyrészt az, hogy David Beckham is elkezdett vele foglalkozni. Ugye meg akartam ismerkedni Rúzsa Magdolnával, gondoltam, hogy akkor csinálok egy méhész kaptárat. Akkor te is csajozol. Működik, persze. Te is csajozol a mézzel. Hogy azért lehet csajozni a mézzel. De hát, van egy méhész barátom, aki nem akar, mert ő a méhészeti egyesület elnöke, nem akart nem szóba állni, gondoltam, hogy Bosz Pétert is becsalogatom ebbe a történetbe. De
komolyra fordítva szólt, az volt, hogy amit mondtam, hogy megyünk, és nem veszük észre ezeket az apró állatokat, pedig nagyon sokan vannak. Egy kaptárban van 46 vagy 80 ezer méhecske, vagy egy családban, egy kaptárban, attól függ, hogy milyen, abban lehet két család is, tehát azért itt milliós számú méhecskét lopnak el, amikor mondjuk összepakolnak 10-14 darab kaptárat, tehát én azért érdemes odafigyelni, de mi elkerülő a figyelmünket. És az volt a fő célom, hogy az emberek egy kicsit szépítsék meg a lelküket, meg a világot, azzal, hogy ha tudnak, akkor nem még kaptárakat vegyenek, meg ne álljanak neki méhészkedni, hanem csináljanak mélylegelőket. Nézzék meg, hogy hogy lehet az ő kis birodalmukban, az ő kis kertjükben olyan növényeket ültetni, ahol szívesen mennek a méhek. És utána, amikor az ember elmélázik, akkor elnézegeti ezeket a méheket, hogy hogy dolgoznak, és az egy csodálatos, szép dolog nézni, ahogy ezek a hasznos kis állatok végzik a dolgukat. Józsi, bocsánat, csak amit említettél, hogy ilyen kis méh területeket csinál, hogy mondjuk, ha én elmegyek a kertészetbe, akkor ilyen szempontból válogassak, hogy mondjuk mit ültetek a kertembe? Igen, igen, de vannak egynyári virágok, vannak olyan méheket odavonzó virágok, de egyéb más porzó rovarokat is odavonzó virágok, amiket, hogyha ültetsz, akkor egyrészt szép lesz a kerted, jó illatok lesznek benne, és tettél már valamit a méhekért. Én most kaptam egy SMS-t. A Rúzsa Magditól, Józsi. Na, hát... Várjál, de felolvasom. Azt mondja, szia, bocsi, kérdezd meg Józsit, kitanította igazi szilvás mézes lepényt sütni. Hajrá, tehetsz még többet, kampány. Igen, ez egy jó kérdés, hogy kit tanított. Na. Na, hogy volt ez? Én nem tudom, tehát nem tudom, mi a hivatalos álláspont, de azért a Rúzsa Magditit nem a méhekkel győztem meg, hanem a szilvás pitémmel, vagy lepénnyel, szerintem. Ez így volt, ezt ő neki kell majd elmondani. Jó, nem, akkor felhívjuk a Magdit mindjárt, de akkor azt állítod, hogy te tanítottad őt szilvás mézes lepényt. Hát a hivatalos álláspont szerint igen, a nem hivatalos szerint én csak asszisztáltam. Aha, na jó, ezt majd kifogadjuk. De hogyha elmondja a receptet fejből, akkor ő tanított engem. Jó, mindjárt levizsgáztatjuk őt is. Mi a helyzet a hamis mézzel? Ugye nagyon sokat riogatnak bennünket, hogy tényleg még a szupermarketekben is teljesen jó hiszeműen, amikor emelünk egy mézet a polcról, akkor az tud akár hamis is lenni. Hogy tudjuk megállapítani a vásárláskor, hogy mi az, ami igazi, ami magyar méz, és mi az, ami hamis? Ugye mi az, hogy hamis méz, azt is így végig kéne gondolni. Egy biztos, hogy a jó méznek a legfontosabb kismérve, hogy finom, meg az, hogy magyar termelőtől van, meg sok-sok méhész van Magyarországon, tehát nem kell elmenni a szupermarketig mézet venni, mert lehet tőlük is venni, és az már biztos nem hamis méz, fogalmaz. Inkább a hamis méz abból szokott jönni, hogy összekeverik valamivel, vagy nagyon gyorsan kiveszik a méhektől, a kaptárból, nem, nincs ideje, hát most ilyen fura szót azt mondja, megérni, vagy összeérni. Tehát amikor nagyon gyorsan pergetik ki a mézet, és ilyen híg valami lesz, aminek nagyon magas a víztartalma, hogy ezt is vizezik, ugye, vagy vizezhetik, mert a mézek nem vizezik, de vannak, akik azt kell, hogy idézőbe teszem, de vizezik a mézet, mert hogyha ideje korán kipergetik, akkor nagy a víztartalma, így aztán egészen más lesz az állaga, és az romlásra is hajlamosabb. Mert egyébként a méz az nem tud megromlani. Igen, ez időre, abszolút, ez így van, ezt én is így tapasztaltam. Örök időre ott van, és ezt már tudták egyiptomiak is, a mezopotámiaik is, és orvosságként is használták. Tehát ez nagyon érdekes, hogy a méz az végigkísérte az embert, végigkísérte a társadalmakat, és mindig ott volt, és mindig használtuk. Egyébként most David Beckhamre visszatérve, ugye azt mondta a haverja, hogy neki nagyon komoly felszerelése van, meg hasonlók, hogy neked is? Tehát te is rendelkezel szkafanderrel, füstölővel, tehát úgy oda mész a közelükbe? Persze. Én hát most azt mondom, hogy komoly felszerelés, hát én nem tudom, mi az a komoly felszerelés, ami kell lehet. Szkafander meg egy kubai szivar. Én még nem vettem, tehát van egy ilyen méhész ruhám, van füstölőm, van kaptárosom. Kaptárvas. Igen. Tehát ami egy speciális eszköz, hogy gyorsan lehet és jól dolgozni, hogy így fogalmazzak, mert hogy amikor veszik ki a kereteket, akkor ez sokat segít, meg ott van kéznél, mert ugye egy méhésznek a munkája az inkább azt, hogy figyeli a méheket, odafigyel rájuk, gondozva, és ugye ez nem olyan, mint egy kutya vagy egy ló, hogy minden nap foglalkozol vele, de folyamatosan kell vele foglalkozni, nem is fognak hozzá kötődni, nem fognak követni sehova,
de magukat azt a munkát, amit ők végeznek, azt ilyen tisztelettel lehet nézni, és abba szeret be az ember, hogy azt nézi, hogy ők hogy dolgoznak. És akkor ilyenkor végignézi a kaptárat, megnézi, hogy mi történik a méhanyával, hogy rendesen dolgoznak-e a méhek, nincs-e valamiféle betegség. Mert utóbbi időben nem csak a tolvajoktól kell félteni a méheket, hanem azért itt vannak komoly betegségek, vagy komoly kártevők, amik nem csak kétlábúak, hanem többlábúak, és azok oda kell figyelni. Bár 20 évvel ezelőtt még ilyen problémák nem nagyon voltak. Most jött be, vannak vírusok, vannak patkák, és amikor azt mondják, hogy oda kell figyelni, azért kell oda figyelni, mert egy-egy családnak a fertőzése tönkre tehet méhészeket, meg tönkre tehet akár családokat, akik ebből élnek. Bizony. Hát... abszolút le a kalappal előtted, hogy hallom, hogy te teljesen profi módon beleástad magad ebbe a tematikába. Egyébként itt írják, hogy Morgan Freeman is úgy tudom méhészkedik, tehát itt egyre többen. Nem tudom, én kedvet kaptam, de akkor azt hiszem igazad van, hogy szakértelem kell, az inkább nem rakok kaptárak a kertemben, viszont azt mindenkinek tanácsolhatjuk, hogy alakítsak ki egy kis mély mezőket, a mély mezőket tudnak enni legel. Olyan virágokkal, meg minden. Józsi, nagyon szépen köszönjük, és pár perc a fejük Rúzsa Magdit, csak kíváncsi vagyok, ezt tisztába akarom tenni ezt a lepényt. De hogyha nem sikerül neki elmondani, hogy hívjatok, hogy majd beküldöm. Jó, jó, az is jó. Tök jó. Köszönjük szépen, Vida József, a Takarékbank elnök vezérigazgatója. Szia, szép szia. Napot neked, szia. Szia, szia. Jó, hát be kell látni, hogy nagyon szexivé tesz a méhészkedés valakit. Tehát igen, igen, menjük. Igen, igen. Hát ez nagyon jó. Ez most már nem is értem ezt a szilvás lepén kérdést, hogy akkor most ki tanított meg kit. De akkor hívjuk a Magdit majd hírek után? Vagy csörögjünk rá, persze. Csörögjünk rá. Kedvet kaptál? Én nagyon. Hát ez nagyon jó dolog, de most egyébként a szilvás mézes lepényen gondolkodtam, mert én még ilyet nem ettem. Eszembe se jutott szilvát mézzel összerakni, de ez nagyon jól hangzik, nagyon édes lehet. Úgyhogy ez nekem tetszik. Igen. És minden, ami mézzel van, sokkal finomabb ízű, mint ami cukorral van. Tehát, kávét is például jól föl lehet vele ütni. Na, ez nagyon bírom, látod? Ez a kampány ez nem akar tőled semmit, hanem tehát nem a pénzedet kéri, hanem igen, azt akarja, hogy vigyázz, figyelj oda, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és az élet minden területét érinti. Szerintem tök szuper. Na jó, kíváncsi vagyok Magdi, mit mond, akkor hívjuk őt utána, jó? Legyen ez. A hírek után. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 3-8 lesz pontosan 5 perc múlva. Hát nagyon izgalmas ez a téma, képzeljétek el. Nem is gondoltuk volna, hogy ez másnak is a szívügye, de itt például jönnek az SMS-ek. Egy kaptár méhekkel 100 000 forint körül, a méhészek közt is akad sajnos orgazda. Nagyon fura, amikor tényleg tudod, hogy mennyi munka van a méhészetben, és egy másik embertől, aki ugyanebből él, mégis elveszed. Van egy rossz hírem neked, Laci. Srácok, a paradicsom pont önporzó. Jó, oké, majd a voga megmondja, de egyébként pedig próbál, a példa jó volt, tehát abban a szempontból, hogy működik a dolog. Sziasztok, Pest megyei méhész vagyok, mondhatni méhkasba nyúltatok a témával. A méhlopások 99%-ban másik magát méhésznek nevező emberek lelkén szárad. Nagyon durva, nem szép. Igen, aztán sziasztok, én is méhész vagyok, alapcsomag megvan, 2 here, meg 1 dolgozó, üt sanya. Ja, ilyen egy alapcsomaggal lehet elindulni? Megpróbálok útján, mintha értenék hozzá, de inkább nem. Sziasztok, jó a műsor, Gábor méhész Zalából, nekem is loptak, igaz, nem most, kb. 5 éve meglettek a rendőrök segítségével. Na, tök jó. Na jó, hát ez izgi, tényleg. Ó, nem kértünk, hogy Vida Józsi küldjön nekünk mézet. Amire lehet, hogy hallgatja. Persze. Józsi, hogyha hallgatod, akkor annyira szívesen fogadnánk. Én tényleg nagy mézfogyasztó vagyok, tehát nekem egy ilyen fél literes elfogy egy perc alatt. Na jó. Viszont most nagyon kíváncsi vagyok, mert ugye itt kaptunk egy üzenetet, hogy szia, bocsi, kérdezz meg a Józsit, hogy kitanította meg igazi szilvás mézes lepényt sütni. Hajrá, tehetsz még többet kampány, és ezt írta Rúzsa Magdi, aki itt van a vonalban. Szia, Magdi, jó reggel, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szia! Hello! Hogy vagy, Magdi? Annyira örülök neked, olyan rég láttalak. És rég beszéltünk, én is nagyon-nagyon igen. Örülök. Nekünk már komoly múltunk van, ezt azért így elmondhatjuk 4 szem közt, nem? Hát annyira tehát... 4 szem közt, hogy igen, alig hallgatnak egy igen. Páran. Igen. Nem, hát... örülök, hogy újra veled az éterben. És figyelj, tervezünk olyat, képzeld el, hogy itt tényleg állítólag épül egy olyan stúdió nálunk, ahol tudunk zenészeket is fogadni, mert ez nekem szívügyem. És akkor te lennél az elsők között, akit meghívnánk, mert olyan jókat szok...
Léci, jó. Mindenképpen is eljátszuk neked az AC/DC-t, mint annak idején. Jó. Tudod, hogy az már 15 éve volt, amikor először behívtál. Nem mondod. Igen, 15 hát, év. De az akkor volt, én nem tudom, valami az első szerepléseid, megmutatkozásaid ugye meg a Sztárban, de még messze volt a finálé, és akkor azt mondtam, ez a Magdi, ez egy csoda, na azonnal. És úgy toltunk téged, mert na mindegy, ezt nem akarom, de a lényeg az, nem, de én annyira örülök, hogy ilyen szép karriered van. De ez most mellékes, most a mézről kell beszélnünk, Magdi. Jó, figyelj, nagy bajban vagy, mert ugye a Józsi próbál diplomatikus lenni, hogy vajon kitanított meg kit szilvalepényt sütni, te hogy tartod az igazságot? De én csak gondoltam, hogy ezt mindenképpen be kell dobni, ezt az ötletet, mert biztos, hogy fölébred azon a reggel, hogy hát az a helyzet igazából, hogy hát én egy, főleg, hogyha egy vendégségbe hívnak, én egy jó nevelt lány vagyok, de Józsi olyan szilvás lepény süt, hogy ott álltam, és megettem 6 szeletet, pedig ilyet ugye nem csinálunk, és akkor már láttam, hogy már mindenki számolja, hogy a húsok 6 szilvás lepényt megevett, de hát tényleg, hát ebben szuper, és azóta annyira ráálltam a szilvás lepényre, hogy egyébként én reggelire most is azt fogok enni, mert elhatároztam, hogy mindenképpen meg kell ütnem a Józsi szintjét a szilvás lepényben, úgyhogy... De akkor ő a mester ebben, nem te ezek szerint. Ő a mester, persze. Mert most átküldött, figyelj ide, átküldött fotókat, tehát ez az összes szilvás lepényt, hát itt látom 6 szelet hiányzik, azt tetted meg. Igen. De az összes szilvás lepény itt van lefotózva, sőt, a kézzel írott receptet is még átküldte közben. Nem mondod, de azért hozzáteszem, hogy én is tudnék most küldeni fotókat, hogy én hány szilvás lepényt sütöttem, de viszont én másképp készítem, én klaputis hangulatban vagyok. A Józsinak a tésztája egészen más, amit trükközött, mert kértem tőle a receptet. Megvan nálam. És elkezdte úgy mondogatni nekem, hogy hogy is kell ezt, és éreztem, hogy valami nem stimmel, de mivel készül egy nagyon komoly szakácskönyv, ami mézes ételeket fog feldolgozni. Komolyan? Igen, ez hamarosan érkezik, és elmentünk a Józsival, és lefőztünk, illetve lefőztek nekünk néhány ételt, de azért mi is főztünk, főleg a szilvás lepényt, és ott kénytelen voltam a Józsi mindent bevetni, minden apró hozzávalót, úgyhogy elbukott. Nagyon-nagyon precíz, mert itt van, mondom, kézzel írott, szilvás finomság a la vida. Tehát akkor ez biztos, hogy a nagymamájától van, vagy ez még az ő? Ez szerintem az ő kézírása, ez kevésbé nagymamás, és a hozzávalóktól nyilakkal, tehát át van nyilazva egyikre, tehát annyira ilyen precíz mérnöki munkában ez az egyik papír, várjál, nézem a másikat, és itt rendesen leírva, tehát úgy, hogy és összekeverjük, és beletesszük, és három darab, és hát ez nagyon-nagyon precíz. Na jó, ennyit a szilvás lepényről. Te vagy az arca ennek a kampánynak, ugye? Ennek a tehetsz még többet. És ez most én feltételezem, hogy az énekes, torok, méz ebben az összefüggésben, vagy ebben érzékeny, vagy teljesen más? Nem csak ez, igazából ez is nyilván, bár megmondom őszintén, hogy most ezeket a híreket hallva egy kicsit elkezdtem aggódni, hogy hamarosan házkutatás lesz nálam, mert az elmúlt időszakban hangoztatom, hogy méhész lezekkel ráállopják a kaptárakat. De komolyra fordítva a szót, nem csak ez, igazából tényleg, amikor így elkezdtünk beszélgetni a méhekről, meg arról, hogy ők tényleg a milyen csodák, és hogy mi mindent köszönhetünk nekik, akkor egyszerűen így jött bennem ez az érzés, hogy oda kell állni. Nyilván ez nem olyan, mint amikor valaki a ritka orrszarvukat akarja megmenteni, mert ennek nincs, amikor így kimondjuk, nincs akkora ereje, hiszen hát méhek mindenhol vannak, igen ám, de nincs annyi. És nagyon nagy bajban vannak, és tényleg azt gondolom, hogyha egyre többen elkezdenek arra figyelni, hogy ők jelen vannak, és óvjuk meg őket, akkor igenis változtathatunk a dolgokon. Ami a másik, ami engem nagyon motivált ebben az egészben, hogy miért külföldi mézet fogyaszt a magyar ember, hogyha fantasztikus magyar méztermelőink vannak, a mi mézünk, kezdjük ezzel. Ezzel támogatjuk nyilván ezt a szakmát is, hogy igenis nem kapjuk le a boltban, nem tudom én milyen cukorszirupot, és dobjuk be a kosárba, mint méz, hanem igenis elmegyünk azokhoz a kis termelőkhöz, akik ezt szívvel, lélekkel csinálják, és ez tényleg egy nehéz munka. De abszolút, egyébként, sőt, hadd szakítsalak félbe, én egyszer mondjuk Toszkánában voltam, és megvettem Sting mézét. Nem az összeset, de... Tehát egy... Neked volt a Sting mézéből? Sting mézéből, Sting olívaolajából. Az olívaolajból 5 litert vettem, a mézből egy ilyen kb. Fél litert.
de gesztenyeméz volt, és nem tudom, hogy a gesztenyeség miatt, de nekem nem ízlett annyira, tehát nekem sokkal jobban ízlett az, amit itthon ettem. Ez nem tudom, hogy... De ez csak úgy elmondtam, mint anekdóta. Nem tudom, én mindegyik mézet nagyon-nagyon szeretem, pont most gesztenyemézet tettem bele a szilváslepénybe, és nagyon-nagyon finom. Küldje, valaki küldje már szilváslepényt. Tényleg. Jó, Józsi, küldjön nekünk mézet, meg küldje egy szilváslepényt, hogyha valamikor egy adaggal majd. Jó? De csak akkor korán kell kelni, hogy úgy. De nem, majd előző este megsütöm, úgyis reggelre az igazi. Valahogy úgy, igen, meg ugye itt na, most de komolyra fordítva tud, van itt még egy dolog tényleg, amivel lehet tenni, és amivel a bármelyikünk tud segíteni, ez tényleg az, hogy elvetjük ezeket a virágmagokat, ami a méheknek egy legelő, ugye. Mondjam egy pár virágot, mert én is hülye vagyok ehhez. Tehát most én lehet, hogy elmegyek a kertészetbe, veszek egy pár magot, csak nem tudom miért. Hát képzeld el, hogy például az egyik, ez egy gyógynövénynek minősül a kasvirág, tehát érdekes, hogy a neve is ez. Ez az egyik legfantasztikusabb virág a méhek számára, és ugyanakkor ezt a kettőt, tehát igazából a kellemes a hasznossal mindenféle szempontból, mert mint gyógynövény is használhatod a kasvirágot. Egyébként ez Indián földön nagyon-nagyon elterjedt is, és ők is nyilván használták ezt a gyógynövényt. Tehát vagy rengeteg gyógynövény, de például a szarkalától kezdve, tehát utána kell járni, most a szakirodalmat ilyen szempontból nem tudom, hogy pontosan melyik virág az, ami tökéletes nekik, de ezt a néhányat így tudom mondani. Viszont már elkészült egy kis csomag, amiben ilyen magokat rejtettek, és ezt rövid időn belül egyébként majd, amikor újra jó idő lesz, akkor majd meg is lehet vásárolni, illetve hát, hogyha az ember csak úgy hagyja például néha, hogy olyan legyen a fű, amilyen, és ott a pitypang és a minden is nem kasztálja le rögtön, hanem hagyja egy kicsit, hogy a méhek ott... Ilyen a Laci, ő után füvet nyílni, igen. Nálunk ez van. Magdi, nagyon-nagyon be kell fejeznünk. Utolsó kérdés, fellépés előtt mivel öblítesz, inkább valami mézes cuccal, vagy rummal... Tehát, hogy... Nem, én ilyenkor már csak a vízzel, de hogyha bármi gond van, akkor például a propoliszt szoktam alkalmazni, tudtam. Tehát az kifejezetten ilyen torokfertőtlenítő vagy torokgyulladás. Meg hát reggel méz. Reggel méz, az jövő nekem is, abszolút alap. Magdi, köszönjük szépen, kifogytunk az időből, imádunk, és vagy várjuk a szilváslepényt, vagy hogyha ez a pandémia elmúlik, akkor az egész zenekart ide a stúdióba. Jó? Jó, legyen úgy. Köszönöm szépen a beszélgetést. Imádlak, puszi, szia! Szia! Hello, hello, Ruzsa Magdi! Ne legyen már ez vagylagos, hogy méz vagy zenekar. És? Nem, a mézet be tudja küldeni, vagy valaki behozza, de a zenekar nem tud bejönni, amíg ilyen helyzet van. Gyorsan játszunk még egy Hungary Machine-t, jó? A hírek előtt Hungary Machine-ra lehet jelentkezni. Telefonáljatok 0620-22-22-122. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! A Hungary Machine! 8 óra lesz pontosan 7 perc múlva, és hát itt záporoznak az SMS-ek. Nem is tudtam, hogy ennyire, de az a vicc, hogy engem tudod miért érintett, ez meg. Mert az, amikor ugye elmondta a Magdi is, meg a Józsi is, hogy ezek a kicsi méhek, és akkor ott vannak, és akkor így láttam, hogy így kisimulok, mint a gyerek, így nézek magam elé, és ugye elképzelem a kertembe a kis zümög. Tehát ilyen igen, kis meseszerű volt. Arra ne számítsa, hogy olyan lesz, mint egy macska. Tehát azért nem tényleg nem ez olyan házi állat. Hát, ja, nem, hogyha hát te nem. Most azt az érzelmi töltődést várod, amit egy macska simogatással, dorombol, még zümmögni tud a fülödbe reggel, amikor fölébredsz. Jó, oké. Egyébként üzenik Laci, én is így gondolkodtam. Ja, nem, ez egy más, ez a nudizásodról szól. Hölgyeim, uraim! Arról is beszélek. Upszika. Hölgyeim, uraim, tisztelt mézrajongók, hamarosan nyíró bocskorshop legnemesebb terméke, a legenda által tenyésztett szárnyukon logózott bocskorméhek készítette dohányméz lesz. A McLaren-es, aki ebben. Na jó, kivel játszunk ma? A Tipcsivel. Hello, Tipcsi. Szia! Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok, srácok! Hello, hello! Tipcsi, vidám vagy? Mi van? Jó napod? Jól indult? Hát már bekerültem játékba, innentől kezdve jó. Szuper. Innentől kezdve jó. És a nap végére mit vársz? Hát legalább egy bocsizacsit, egy maszkot, egy... Ja, jó, hát az nagy esélye meg lesz, de azt hittem, hogy lesz még valami öröm a napodban, de... Például, ha lenne térerőd... Az igen, egy új telefon. Itt vagy, Tipcsi? Itt vagyok. Jó, nem mozogsz? Mert valahogy eltűntél az előbb. Még vezetek, de egy perc múlva megállok. Jó, de nem, most jól hallunk, vezess tovább. Figyú, jöhet a Google fordító által lefordított magyar pop zene szöveg? Persze, próbáljuk meg. Oké, próbáljuk meg, figyelj.
oly mértékben nem adom fel, amíg mindent meg nem lát, annyira nem adom fel, amíg élve találsz meg, addig, amíg szanaszét nem robbanok, nem adom meg magam, amíg van kerék, addig cipelhetjük. Folyamatosan forgunk. Na. Nagyon jó volt. Hát itt a kollégával ketten hallgattuk, szerintünk a repülőktől a nem adom fel. Na, hát abszolút, ez nagyon jó. Gratulálunk! Az a vicc, hogy ezt simán mondhatod volna LGT-re is, igen, mert pont ez a szövegrész, az ugye eredetileg abszolút LGT. Onnan való, így van. És mondjuk itt is a Somló énekli. De mindent elfogadtunk volna. Szuper vagy! Nagyon jó, Tipcsi! Nagyon jó, köszönjük szépen, igazából a kollega itt mellettem, ő volt az, akit elkezdte énekelni. Fegyből rávágt, hogy repülök. Nem kell a dicsőséget osztogatni, ez lehet a tiéd egész nyugodtan. Jó, köszönöm szépen, akkor elrakom magamnak. Na, mit akarsz elrakni magadnak? Nevez nevén. Hát én a maszkot mindenképpen, meg talán a bögrét, mert ugye még a retrós bögrék ott vannak nekem a konyhában a polcon, úgyhogy ezt így besorakoztatnám, aha, melléjük. Úgyhogy meg igazából a maszk volt az, amire hajtasz. Uh-huh. Amire úgy döntöttem, hogy na, akkor próbáljuk meg. Gyuri, most szomorú vagy, de nem lett kimondva mi. Nagyon várok még egy ajándékot. A bocsi zacsit azt meg mindenképpen adom a Péter kollégának. Na jó, oké, meg lesz minden. Figyú, keres majd a kolléganőm, jó? Elkéri a címedet másik számról, tehát valamilyen ismeretlen számról fog hívni. De az is lehet, hogy erről, amit az előbb láttál, nem tudom, de mindenképpen vedd fel. Jó. Hogy elkéri a címet. Oké, Tipcsi. További szép napot. Köszönöm. Mi is? Nagyon szép napot nektek is. Szia. Ciao, hello, hello. Na, itt valaki írja, hogy LGT nem adom fel. Igen, mind a kettő jó lett volna. Elfogadtuk volna. Jó, hát gyerekek, kedden volt egy nagy foci meccs. Tottenham-Chelsea. Volt egy nagy foci meccs. Igen. Ez egy ilyen gyerekes megfogalmazása volt a dolog, de tényleg Tottenham-Chelsea, és a mérkőzés egyébként attól volt nagyon érdekes, hogy én az egyik játékos a második fél időben, nem neked mondom úgy általában, igen, a második fél időben az utolsó negyed órában egyszer csak így irányt váltott a pálya közepéről, és süt ki az öltözőbe. Nem lehetett tudni, hogy mi történt, de José Mourinho az edző utána rohant, és aztán kiderült, hogy ez a jó Erik, ez mosdóba kellett, hogy menjen. Hát, mosdóba az a kézmosás, nem, ez a rötyi ment, és hát jó, sajnos így van, sajnos itt a izotonikus sportitalt beleadta a porcelánba. Tehát, hogy ezért ment ki, hogy pisiljen. És gondolkoztunk, hogy ez vicces téma nyilvánvalóan, de ugye rám néztek itt a szerkesztő úr és a lovász úr, hogy vajon tudok-e sűrűn vizelő focistát, és én tudok. Hát nem úgy aki néztünk, tud erről beszélni. Nem kérdően néztünk rá, tudtuk, hogy tudni fogsz egy olyan focistát, aki sűrűn. Ő a Kabát Peti, és egyébként tényleg igaz, mert a tévéműsorban tényleg úgy kell mindig visszafogni, hogy maradjon még, mert még befejezzük ezt a témát, mert ő mindig a WC-re rohan ki. És ugye focista, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Peti mit mond arról, hogy ez tényleg a focipályán így előfordulhat, hogy meccs közben kirohansz a pályáról, WC-re majd aztán visszamész, tehát ez tényleg így működik? Nem jár ezért bünti, vagy bírói, hát nem tudom mi. Eredetileg ez egy férfi sportnak indult, ugye most már van belőle női változat is, és a férfiak nyilván hoztak valami szabályt arra, hogy egyébként ebben a helyzetben, amiben mi szoktunk kerülni, azt hogyan oldjuk meg mérkőzés közben? Egyszerűen csak kell tudni gazdálkodni a folyadékbevitele. Szerintem ez a lényeg, de hogy tényleg ez hogy működik, és ő tényleg bele tudja magát élni, ezért hívjuk Kabát Petit a hírek után. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 8 óra 12 perc van, mindenkinek jó reggelt, hello Laci! Jó reggelt, bocsi, sziasztok! Jó reggelt, Gyuri, szia! Jó reggelt, sziasztok! Na. Jött SMS, Laci, még a reggeli nudizásoddal kapcsolatban. Laci, én is így gondolkodtam. Lementünk Horvátországba nyaralni, és az akkori párommal úgy voltunk vele, nudizunk. Két óra múlva négy ismerős jött a strandra, és üdvözöltek minket. Sokkot kapva, bevallom, kellemetlen volt pucéron kezet fogni, illetve puszit adni a lányoknak. Párom okos volt, hasra vágta magát, és integetett. Üzeni Futigeri. Igen, az egy megoldás lehet ebben a helyzetben. Semmi más, csak ott
sziklás a part és veszélyes a hasra vágódás. Igen. Mikor jelenik meg a vízes ételek szakácskönyv, üzeni a méhész feleség, vagy kérdezi? Hát figyelj, ezt szerintem még írás alatt van, ezt szerintem még távol van a megjelenéstől. Aztán méhekkel csajozni hitelesebben nem lehet, csíplek téged. Igen. Szép jó reggelt, akácméz minden mennyiségben, csak eszem, nem vagyok termelő. Ja, és propolis tinktúra a legjobb vírusírtó. Ezek a cukik is zümmögők az életünket jobbítják. 24-25 október hogy újbudai mézes napok lesznek. Aha, oké, köszönjük szépen ezt az infót is. Na, most valami teljesen más. Kedden volt egy nagy futballmeccs Angliában, Tottenham-Chelsea. Ez a találkozó, ez az angol Liga Kupa 8-at döntője volt. És a meccs annyira nem is volt érdekes, ha jól tudom, nyert a Tottenham, de volt az összecsapásban egy olyan apró kis részlet, ami miatt most szeretnénk erről beszélni. Egy nagyon furcsa jelenet. Tulajdonképpen a rendes játékidő utolsó negyed órájában, tehát a második idő, félidő 30. perce után Eric Dier, a Tottenham labdarúgója hirtelen egyszer csak lerohant a pályáról. Senki nem értette, hogy mi van, és elindult így vágy az öltözők irányába. Aztán ezt nyilvánvalóan nagyon a világ legmérgesebb edzője, José Mourinho sem értette nagyon. És rohant ezért, utána, igen. Utána rohant, mi így ez? Van. Hogy mit csinál ez a Dier? És aztán utolérte a játékosát, egy olyan helyzetben találta, ahova gondolta, ő nem nyúl bele. Félreérthetetlen helyzetben találta a piszoárnál. Így van, pontosan ott állt a drága jó Dier, és hát ugye a lényeg az, hogy a szükség ugye elkapta őt, és úgy döntött, hogy most itt nem tudom hány kamera előtt ő csak lerohan a pályáról, és ezt elintézi gyorsan a piszoárban. Én nagyon becsülöm a bátorságát egyébként, tehát nem tudom, szerintem nem volt ott sem most közönség, mert nyilván nem lehet egyébként, egy zárkapus meccsről volt szó, tehát akkor is ott van egy másik csapat, a saját csapatod. A bíró, az edző. A teljes televíziós táb, és ezt lehet a közvetítésben látni, és te azt mondtad, hogy gyerekek, engem nem érdekel senki, és semmi, nekem most muszáj kimenni. Hát lehet, hogy ez már nem akarat kérdése volt, bár volt, negyed óra volt még, hát negyed órát még mindig, nem? Amikor nagyon feszít. Hát de van az a szituáció, amikor hiába mindenki, bárki megharagszik, akkor is mennem kell. De igen, meg neki futniuk kell, az a baj. Tehát ő nem állhat negyed órát, így összeszorított izével, tudod. Hát igen, mert amikor az autóban vagy, akkor még tudod egy kicsit szorosabban fogni magadat, megpróbálsz másra gondolni. De ő nem tud másra gondolni, csak a mérkőzésre, teljesítenem kell, ebből lesz egy szorongás, egy kényszer, és az még szerintem tovább feszíti a hólyagot. De jó, de ezt te nehezen érted, mert azért a szakmában beszélik, hogy te legendásan jól bírod. De azt hittem, a másik méretekről akarsz beszélni. azt nem tudom. Most, hogy egy hónapja együtt dolgozunk, beszéljünk a méreteidről. Nem, tényleg. Ennyit tudtam várni. Nem, arról is beszélnek a szakmában, legendás, csak igen. Nem ebben. Igen, jó. Nem, ez tény. Hát látjátok ti reggel, ugye állandóan megtámadjátok a piszóárt, még azon a vendéglátó helyen is elmentek olykor, és én meg itt iszom a reggel ugye mézes teával kezdek, akkor megiszom egy kávét, akkor ezt az ásványvizet, akkor megint egy kapucsinó, megint egy víz, és semmi. Itt ül. Ja. Igen. Ja, hát mindegy, szóval én így bírom, de ti azért lazábban, tehát lazább szövésű a hólyagotok, nem? Én nem tudom, mi van, nekem volt alhasi ultrahang, minden teljesen rendben van, és valahogy mégis. Azt gondolom, hogy ez ilyen pszichés dolog, hogyha most nem csinálom meg, akkor elindul valami olyan folyamat, például egy második félidő, ugye Eric Dier-nél, és annak a közepén nem fog tudni kimenni, tehát például nekem ez színházban nagyon nyomasztó. Mint néző, vagy mint fellépő? Nézőként. Nem fellépőként. Az nagyon érdekes, hogy akkor valahogy az agy átkapcsol, és hogyha úgy is mentem föl a színpadon, hogy már nincs idő a bejelentés előtt elmenni mosdóba, akkor már tök mindegy. Tehát akkor egy másfél órás felvonást ki lehet bírni. De hát amúgy egyébként minden munkahelyen, kivétel mondjuk a focista, vagy nem tudom milyen olyan fellépő, de minden munkahelyen, ugye igazából bármikor, amikor rájön, akkor el tudsz menni. Ha otthon vagy, el tudsz menni. Igen. Mondjuk, ha kocsiban ülsz, esetleg dugóban, az nehezebb. Ó, nekem azonnal GPS-szé változik az agyam. Tehát elkezdek gondolkodni az útvonalon, ahol megyek, ott hol lehetne megállni, hol van egy étterem, ahova bekönyöröghetem magam, az mennyire kellemetlen. Budapesten hány helyet jelöltél már meg? Mert én csak a bakcsomópontot egyszer. Tehát nekem volt valóban egyszer egy olyan, hogy azt mondtam az Andinak akkor, hogy most álljon meg, mert nekem most kell. Pedig soha tudod, hogy velem ilyen nem fordul. Akkor valahogy úgy elszámoltam magam, de amúgy nem volt ilyen. Nekem a Tabánban volt egy étteremnél, amikor egy kint dohányzott az egyik pincér az ajtóját, és mondtam, hogy fú, ne haragudj, nagyon kellemetlen, muszáj lenne bemennem. Azt mondta, nem. Igen, legtöbb helyen rendelned kell. Azt mondta, nem. Igen. És mondtam, hogy de ne haragudj, hogy nem.
És ennyibe maradt. De utána az önérzete miatt nem rendelek azért egy kávét még, hogy ő úgy érezze. De mit csináltál? Hát mentem tovább. Hát akkor látod, igaza volt, mégsem volt olyan sürgős. Ja, persze, hát tulajdonképpen velem volt. Hát nálunk, amikor kiugrottál a Risztovéval emlékmedencéből, akkor mégiscsak ugye nekem a sarkot piszkítottad össze a kertben, ahelyett, hogy elmentél volna rendes helyre. Akkor már szükség volt az, vagy ez a lazaság, mint Tőkés Lászlóval? Hát te is úgy csináltad, tehát gondoltam, hogyha ez a vendéglátónak ez a protokollja, akkor ezt a vendég pláne megteheti. Jó, ez igaz. Ugye? Ez igaz, és nem a protokollom, hanem nem akartam csepegő fürdőnacival bemenni a házba. Na, ezek után én hogy menjek? Ez volt a lényeg. Na jó, nézzük, térjünk vissza a futballra. Ugye egy meccs 2x45 perc, ez kőkemény, és ha belegondoltok, mégiscsak volt egy fél idő előtte. Tehát a 30 percet bírt, mi történt 30 perc alatt, hiszen előtte ő mehetett volna? Igen. Tehát mennyi, negyed óra egy szünet, vagy 10 perc? 40 percet nem bírt a hólyagja. Igen. Na jó, a lényeg az, hogy most jöjjön ő. Mert ugye van egy barátunk, aki egyébként nagyon jártas a gyakori vizelésben, épp úgy, mint a futballban. Így van, és ő nagyon hitelesen tud nyilatkozni mindkét dologról. Itt van velünk Kabát Peti! Szia, Peti! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Na, Peti, tudod, miért mondtam ezt? Persze, hogy tudom, én annyit rögtem most, ahogy így erről beszéltetek, és egyből eszembe jutott, hogy amikor benn vagyok nálad, akkor nekem egyébként kétszer ki kell mennem. Igen, ahogy. Tehát gyakorlatilag egy órás műsort veszünk fel, és Peti, amikor van egy mini leállás, már a mikroporttal együtt rohan ki. Jó, de hát nekem nem olyan laza a hólyagom, mint neked, nem? Neked milyen a hólyagod? Tehát, hogyha az enyém egy jól megvart medicinlabda, akkor a tiéd mi? Egy ilyen gumilabda, nem? Leeresztett dekatlonos gumilabda? Dekatlonos, az 500 forintos gumilabda. Igen, az vagy te, Peti. Az vagyok én. Egyébként ez változó. Nekem is volt, így gondolkoztam, hogy volt-e ilyen szituációs. Nekem egyszer volt egyébként, de az volt a szerencsém, hogy ez pont a 44. percben volt, tehát volt hátra egy perc a szünetig, úgyhogy utána azt még kibírtam, és akkor a szünetbe el tudtam menni vészére. Tehát nekem ilyen, hogy le kellett mennem a pályáról, vagy lefutni, ilyen hála Istennek nem volt. Én azt nem értem, hogy hogy érhet, főleg egy futballistát, meglepetés. Tehát nyilván tudjátok, hogy mennyi folyadékot visztek be, nyilván az izgalom amúgy is még elküld a meccs előtt WC-re benneteket, tehát hogy ez lehet tervezni, nem? Már mindenki ismeri a saját hólyagját, és hogy mennyit szokott meginni. Hát igen, nem most az, hogy a saját hólyagodat ismered, az egy más dolog. De figyelj, itt azért a meccseken egyébként nagyon nagy a stressz, ahogy te is mondtad, és amikor én játszottam és aktív voltam, én 32 évig fociztam, azért én itt a meccsek előtt én nem is csak egyszer mentem el például nagy vécézni. Tehát annyira nagy a stressz meg az izgalom, hogy ott azért el kellett menni. Szerintem mindenki elmegy az utolsó pillanatban, mielőtt kimész a pályára. Akkor most megnyugodhatok, mint néző, hogy amikor ott álltál, ugye, amikor vagy a válogatott meccseken, vagy ugye a klubmeccseken, ott álltatok így egymás mellett, tudod, amikor kezdődik az egész, bíró jobb és bal oldalán áll az egész csapat, akkor te üres voltál. Akkor full üres voltam. De 5 perc vagy 10 perc múlva már lehet, hogy bennem volt, vagy már kellett, és akkor egyébként ez így fejbe így el tud egy vinni más fele, és akkor nem tudsz úgy koncentrálni esetleg a meccsre. Szerintem neki ez lehetett, hogy annyira kellett, és tényleg még volt negyed óra a végéig, és én azt hiszem 1-1 volt, és 11-eseken nyert a Tottenham, és ott még akkor hosszabbítás is lett volna, azelőtt nem biztos, hogy bemehetett volna, úgyhogy ő azt nyilatkozta, hogy ha hív a természet, akkor menni kell, és elég ritka ez a dolog, hogy lemenjél a pályáról, de látod, hogy előfordul ilyen. Facebook oldalunkon meg lehet nézni ezt a videót egyébként, te ezt láttad? Én láttam a videót, igen. Amikor lefutott, ment utána Mourinho, de utána meg a következő kép az volt, hogy már jön vissza. Na jó, hát nyilván, persze, de egyébként ez hogy történik ilyenkor, hogyha nagyon-nagyon hív a szükséglet, hogy szokták ezt mondani? A természet. Így van, akkor oda kell menned a bíróhoz, vagy egyszer lerohansz, és majd lesz, ami lesz? Én szerintem oda kell menni a bíróhoz, tehát nem mehet csak úgy le, hogy befut, és utána visszamész a pályára, mert akkor szerintem ez sárgalapos. Aha. Büntetés. Én szerintem szólt a bírónak, vagy nem láttam itt a neten, vagy a videóban, hogy kapott volna a sárgalapot, vagy szólt a bírónak, vagy nem mutatták azt, hogy kapott sárgát, így nem mehet le a pályáról. Tehát, amikor adott sárgát, kapott sárgát.
akkor gondolom kapott sárgát, igen. Tehát nem mehet leszem, mondjuk ha innod kell, és tényleg amikor nyáron meccsek vannak, akkor sem mehet le az alaponalról, tehát nem mehet ki a pályáról, mert sárgát kap. De bedobhatnak neked egy flakon vizet? Bedobhatnak, igen, de azt is azért nézi a bíró. Nekem volt, hogy bedobott mondjuk a gyúró, és akkor odajött a bíró, hogy azonnal dobjam vissza. Tehát még ezekért. De Peti, hogyha egy nemzetközi meccsen vagy, egy nem tudom, nemzetközi bíró, és neked vizelned kell, akkor azt te hogy jelzed, hogy miért akarsz lemenni? Tehát milyen nyelven és milyen szavakkal próbálod elmagyarázni? Hát attól függ, milyen a bíró. Tehát milyen, török. Nem, a török? Hát akkor egyébként törököt tudok, csak az a kemény, hogy nagyon csúnyán. Ja, jó, de nem de az anyjába kell elküldeni a bírót, hanem mondani, hogy vizelni megyek. Nincs gond, csak vizelni megyek. Hát mutogat így lefelé, vagy nem tudom. Jó, akkor egy osztrák bírónak mit mondasz? Ich muss toalett gehen. Nagyon jó, Peti! Jó, az jó. Nagyon jó. Zseniális. Nem vagy a perfekt német. Tudom, de ez értető volt. De ez baromi jó volt. Jó, mi a következménye annak, hogyha valaki lerohan a pályáról, akkor egyből vissza is rohanhat? Büntet is mondtad, hogy lehet, hogy sárga lap, de egyből visszarohanhat, ha végzett? Nem. Ahogy visszajött szerintem ott a negyedik játékvezetőnél, vagy a asszisztensnél jelentkezni kell, és attól a bírónak, a főbírónak, a meccsbírónak is úgy engedhet vissza, nem jöhet vissza egyből. Mm. Mi van, hogyha nem ez az apró, te is mondtad, hogy te nagy dolgokat is intéztél még meccs előtt, mi van, hogyha rájön valakire a cifra, így a... Hát, az nagyon kellemetlen, tehát te is gondolom volt neked is olyan, amikor ez a has csikar, amikor tényleg ülünk a kocsiba, és nem, és akkor tényleg azon gondolkozol, hogy hova menjél, mert nekem például volt ilyen, az nagyon kellemetlen. Na de mit csinál egy játékos ilyenkor? Akkor szerintem nem szól a bírónak, tehát hogyha ilyen rájön, akkor be kell menni, és kiengedni. Vagy hogyha nincs idő, akkor oda rá ki kell tenni a pályára, nem? Jaj! Na, Istenem! Az a baj, hogy én nem tudok olyan csapatról, amely barna mezben. Dehogy nem, azt hiszem a Szent Paulinak van barna meze. Akkor ők megúszták ezt. Peti, nagyon köszönjük, mi úgyis találkozunk még délután. Jó, van, nagyon köszönöm én is, hogy hívtatok, és vigyázzatok magatokra. Te is magadra, puszi, szia Peti! Puszi, sziasztok! Hello! Kabát Peti! Komolyan elkezdek focit nézni. Bármilyen meccseket a tévében, de elkezdem ezért nézni. Ezért hát, ha valaki kiteszi a pályára? Hát, most mégis, hogy bírják? Nem, szerintem, tudod mi van? A Laci ugye nem nagyon nézett focit, és most látja így, hogy mi többször több futball témával jöttünk elő, és elkezdett neki tetszeni ez az egész műfaj, nem? Abszolút. Dumáltunk a Torgeles Sanyival, aztán beszéltünk a Horthy Gáborral, ugye különböző focis vidám helyzetekről, akkor most a Kabát Peti, hogy tetszik a műfaj, nem? Elkezdtem szeretni. Megmutatjuk neki a világot, bocsi, igen. Helyes. Hát, ha a futball, az akkor köszön. Na jó, szerintem a hallgatóktól is valami hasonlót kérdezzünk, de kíváncsi vagyok rátok, hogy volt-e már olyan veszélyhelyzet, most tényleg ettől eltekintve, nem? Most ne izé. Persze, bármi. Bármilyen veszélyhelyzet, amikor csak azt láttátok megoldásnak, hogy minden szabályt felrúgtok. És kimenekültök a helyzetből, vagy változtattok valami nagyot, elkezditek azt csinálni, amit muszáj. Amikor minden, ez lehet közlekedési, ez lehet párkapcsolati, ez lehet munkahelyi, igen, egy olyan veszélyhelyzet, amire más megoldást nem találtál, mint hogy most a szabályok nem érdekelnek. Igen, van egyfajta illem, amit be kéne tartanom, de nem érdekel, elfér a becsületemen, muszáj lépnem. Szóval te megismétled a kérdésem, és nem válaszolni akarsz rá. Nem, a hallgatók fognak válaszolni. Ja, jó, rendben, akkor legyen így. 0-20-22-22-122. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 9 elmúlt 7 perccel, hát azt hiszem, hogy a kérés megfogalmazást a hallgatók félreértették, mert nem további példákat kértünk a testi dolgok ürítésére, hanem igen, más veszélyhelyzetekről szerettünk volna beszélni. Egyet találtunk vele, mindjárt beszélünk, de közben jönnek ezek a sztorik, és Jens Lehmann, ő kapus volt, ugye német kapus, megoldotta a hirdető táblák mögött, fenn van a YouTube-on. Igen, ezt a Facebook oldalon is küldték ezt a sztorit, úgyhogy ezt valószínűleg sokan emlékeznek rá. Igen, nem tudom, hogy azt láttam-e,
De ezt tényleg akkor, hát, mert nyilván nézők voltak, tehát a tábla mögé megy a kapus. Ez az. És akkor ott egy döntés, hogy a nézők felé fordulsz, hogy háttal a pályának, vagy inkább akkor a reklámtábla háta mögé és háttal a nézőknek, de hát azért ezt nem lehet elegánsan intézni. Ja. Gyorsasági motorkerékpár verseny is történt ilyen. Olyannyira, hogy ezt a Szújó Zoli is megírta nekem. Na. Azt mondja, hogy legendás vizelés a sportvilágából. Valentino Rossi 1999-ben a Herezi győzelme után a levezető körön letámasztja a motorját, és berohan a pálya melletti toj-tojba. Óriási fenn van a YouTube-on. Mikre emlékszik a Zoli tényleg, még azt is, hogy 99-ben volt. Na jó, hát Zoli foglalkozása. Gary Lineker 90-ben a pályán végezte el a dolgát, VB mérkőzésen üdvözlet, és azt mondja, állítólag ő befos. Hát, hogy igen, és utólag vallotta, hogy azért ült le a pályára, mert hát ott, de nem tudom, hogy vitette el magát. Hú. Sérültként? Hát nem. Mondjátok, hogy fáj a lábam, csak jöjjön a hordágy. Jöjjön a hordágy. És ülve vigyenek ki. Na, sziasztok, sört csapoltam, és a vendég beszélt, beszélt és beszélt. Addig mondta, hogy bement a barna. Akkor viszont már tényleg faképnél hagytam. És szia, elmondanám, elműszékház Paternosterbe. És utána az még egy fél napig ott köröz. Azt a mindenit. Gyerekek. Na jó. De nem ez volt a kérdés. Nem. Tehát nem további ilyeneket szerettünk volna, hanem egyszerűen arról a veszélyhelyzetről akartunk, vagy vészhelyzetről beszélni, amiért felrúgtál minden szabályt. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy Attila milyen sztorival áll elő. Szia Attila, jó reggelt, hello! Szia. Na sziasztok srácok, a gátlásos hülye gyerek vagyok egyébként. Tudom. Tudom, hogy igen, én néha osztogattam neveket hallgatóknak. Csak néha. Néha, igen. Na, Attila, mesélj, te most ugye Angliában vagy, tehát teljesen mással foglalkozol, gondolom, de mi volt akkor annak idején, amikor egy vészhelyzetet kellett megoldanod? Hát fuvarozással foglalkozom ugyanúgy, ez még egy ilyen nagyon régi történet, tehát ez még ilyen 16-8 évvel ezelőtt volt, és akkor még ilyen kis furgonnal fuvaroztam. És akkor mellékesként jött ilyen északkeleti ország részből, akkor még mentek így az ilyen gázolaj, meg cigi, meg ilyesmi így Ukrajnából. És azt így hordtam fel így mellékesként így a városba, és akkor itt eladtuk így a haverokkal. És ott volt egy olyan sztori, hogy akkor még ugye az autópálya nem ért ki végig, akkor még nagyjából ott Bolgár környékén volt az M3-asnak a vége. Igen. Nagyon-nagyon közel voltam így az M3-as végéhez, és ez pont akkor volt, mikor megszűnt a cég, tehát minden az összes motyót, amit nekem áthoztak a határon, azt egyszerre akartuk így a haverommal elhozni. Ő ment előttem, én mentem mögötte a furgonnal, megpakolva, de onnan volt benne 600 kilóval terhelhető a kis autó, és volt benne van 1100 liter gázolaj, meg hát nem is tudom, 3 bazi nagy karton cigi volt benne. Tehát olyan, hogy el is kaptak egyébként, és a büntetési tétele 1.800.000 forintos pénzbírság lett. És az a jövedéki adónak az 5-szöröse volt akkoriban. Aha. Jó, de akkor hogy sikerült, akkor mégsem sikerült elkerülni a vészhelyzetet? Vagy mi történt? Hát majd, hogy nem sikerült elkerülni a vészhelyzetet, mert ment a srác előttem, én mentem mögötte, és úgy volt megbeszélve, ha elkezdi csörgetni a telefonomat, akkor az első akármilyen úton, ami van, akkor ott le kell fordulni, és akkor megfordulok, megyek visszafele, mert akkor kim vannak. És így is volt, elkezdett csörögni a telefonom, én besatúztam, az első erdei úton bementem, és az a baj, hogy már látótávolságon belül voltam, úgyhogy nem sikerült kereket oldanom, úgyhogy vámos srácok utánam jöttek, mindjárt ott megálltak, fegyvert fogtak rám, és ott nekem végem is volt. Tehát még csak a cuccokat kidobálni is tudtam az autóból, és akkor onnan már vittek is el. Hát, nem tudtam, tök jó sztorit meséltél a csempész múltadról, csak ez nem teljesen a kérdésre volt a válasz. Igen. Tehát ez, amikor át kellett hágni minden szabályt, hogy megmeneküljek, és nem sikerült. Ez az a történet. Hát nem sikerült, az még oké, de hát mit csináltál? Lekanyarodtál. Hát ennyi, hát most. Igen, áthágtam minden szabályt, nem mentem. Áthágtam minden szabályt, mert végül is igen. Hát jó, hát igen, tehát azért ez is egyfajta szabály, hogy ugye nem
forgazdáskodunk ilyen cuccokkal. Ez is egyfajta szabály. Egyfajta szabály. Igen, ez meg... is egyfajta, igen, ez is egyfajta szabály. Meg vicces volt, mert az elején nem tudom, figyeltétek, Attila azt mondta, hogy igen, most Angliában vagyok, ugyanazt csinálom, mint otthon. Mondjuk az ukrán határról Angliába csempészni nagyon nehéz. Ez így igaz, Nati. Nem. Az a mellékállás volt. Tehát ugyanúgy arra gondoltam, hogy értem. Úgy borozom. Ez már mentegetőzésnek tűnik. Attila, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, és további. Én is köszönöm. További jó munkát, ciao. Szia. Köszi. Hello, szia. Na, hát akkor bőven van időnk játszani, és ezért kérjük a hallgatókat, hogy hívjanak, mert jön a hangcsapda. Pontosan, telefonszámunk 0620-22-22-122. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Hangcsapda. Ez olyan, mint a... Hangcsapda! 3.9 elmúlt pontosan egy perccel, így van. Na jól van, hát akkor játszunk, azt nézem, hogy van-e még valami, ami... Menekülés kínos helyzetből szabályok áthágásával, SMS? Igen, azt mondja, Amerikában egy belépéses vízummal átmentem Kanadába, ellenőrzés nélkül. Ez ugye ott előfordulhat, hogy ellenőrzés nélkül átmész. Visszafele jövet, kifogtam egy túlvezérelt határőrt. Aha. Már majdnem lebuktam, amikor hirtelen ráüvöltöttem, hogy amerikai vagyok. Túléltem és visszaengedett. Bátor. Immigration officerekkel azért nem nagyon kéne vitatkozni. Azokkal nem. Azok sőt, nem hát volt olyan egyébként... Egy pár évvel ezelőtt emlékszem, hogy egy magyar családdal történt ez, hogy ugye kimentek Amerikába, és akkor vissza, de akkor már nem volt érvényes a... és hogy ott ők ilyen őrizetben voltak sokáig. Ez kőkeményen egy... veszik, persze. Ez nagyon. Na jó van, akkor Évával játszunk. Hello Éva, szia! Jó reggelt! Szia, jó reggelt, sziasztok! Hello! De vidám vagy, Éva. Mi történt? Igen, nagyon örülök, hogy bejutottam a játékba. Eddig nagyjából sikerült is felismerni a hangokat, most kíváncsi vagyok, hogy hát, ez, aha, ó, és megint nem mutattuk meg előre, mert mindenki azt mondja, mutassuk már az előző megszólalás végén, hogy már lehessen találgatni. Növelni az esélyeket. Igen. Nem tudom. Most lehet, hogy így... Figyelj, a következő mondatom is lehet, hogy egy picit már segítek, amikor azt mondom, hogy nem feltétlenül a beszéd hangjáról ismerjük őt jobban. Uh-huh. No, ennyi. Jó. Ennyi. Hallgathatom rád, jó? Igen, akkor lehúzom a mikrofonodat addig, akkor jó. Mehet? Mehet, igen. Oké. Okay. Én nem tudlátok, hát ugye én az ember ilyen az, hogy tartott fényé, én olyan jók vireket, akkor mindig nyilván ilyen vajon, amikor a kikingok, ilyenkor azt élem, hogy rólunk mindok ennyit. Úristen, akik egy rottan világsztárok, ha vagyunk méten át, és akkor ilyenkor azt én innak tőlevekre lesz ez az, akkor... Na? Ildikó, csak nem jut eszembe, hogy milyen jó Ildikó. Jó helyen vagy! Pedig ez... Úristen, énekesnő, így van. Úgy van. De miért? Keresztes Ildikó. Ez az! Ügyes van! Úristen! Ez milyen tudja az életét? Eres Gézet, azt mondja. Erdélylány. Ja, te is az vagy, és akkor tudod, hogy ó. Ügyes vagy! De most nem onnan beszélek, de... Igen, na megmutatjuk, mit mondott Ildikó. Amikor én olyan embereket látok, akikért én rajongok, vagy ilyen nagyra tartok, világsztárokat, akkor mindig azt érzem, hogy úristen, hát hol vagyunk mi? Tehát fényévekre vannak tőlünk mindenféle szempontból. És akkor nyilván ilyenkor azt érzem, hogy hát ugye nem tudok ennyit. Dehogy nem. Ez egy érdekes gondolat, amit mondott az Ildikó. Most igen, hiszem. Elbeszélgették vele. Mondjad, nyugodtan kurjongas, Éva, tehát... Nagyon örülök, és isteni a műsor, és minden, tehát, hogy szuper, hogy végre visszatértél, és de aranyos vagy. Tehát csak a sablonok, amiket így... De ez mindig jól esik, tehát ez jöhet. Hát azért ne felejtsük, hogy egy hónapja dolgozunk még itt csak, tehát... Hát igen, de... Még lehet bennünket puszilgatni, ölelgetni. Puszilgatni csak itt távolról, tudod, Covid. Hát... Sajnos. Ja. Így van. Igen. Éva, hát akkor mondd el, mi a kívánságod itt a nyereménykosárból. Igen, pontosan. Hát, amit csak lehet, és amit fölajánlottok, azt én szívesen fogadom, nem, nincsenek Gyuri különféléseim. Hát én ajánlanék egy bögrét, Laci, te is ajánlj valamit. Én például egy bocsi maszkot tudok ajánlani. Bocsi, te is mondj valamit. Ez jól jön.
Hát bepakoljuk az acsimba. Minden nap. Jó? Lesz még hozzá egy bocsi, Zacsi. Akkor ezt a triót küldjük. Most nekem kellett kimondani. Nem múlik. Nem múlik. Annyira csodálatos szó összetétel, hogy nem múlik. Ez a játék is óriási, hogy kimondja ki a végén. Igen. Igen. És te jól pókereztél. Csak nem tudtam, hogy engem is bevontok. Na minden, jó van. Éva, figyú, keres majd egy kolléganő, jó? Egy szerintem nem ismerős számról, és akkor a címedet elkérem majd, jó? Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Gratulálunk. Köszönöm. Sziasztok. Hello, szia. Mennek az ajándékok, mennek, de jó ez. Ja. Na jó, ennyi időnk van? Jaj, de jó, nagyon jó, akkor van egy csomó időnk. Egyébként Vályi Pistit hívjuk nem sokára, ő autós újságíró, és ő, ez érdekes, hogy itt mit kötözködik a Pisti. Igen, olyan, mint egy nyelvészeti kérdést akarna fölvetni, ugye? Igen, tulajdonképpen igen. Elütés, elgázolás. Mi a különbség? Különbség van a kettő között. Mert hogy ő az egyiket elszenvedte, tehát ő most elgázolt valakit, elütött valakit, vagy elgázolták, elütötték? Hát az utóbbi. Tehát elszenvedte. Szenvedés. Elszenvedte. Igen. Tehát az is szenvedés, ha valakit elütsz, az nem boldogság. Hát pszichésen, az biztos. Igen, elszenvedtem, hogy elütöttelek. Hidd el, nekem ez rosszabb, mint neked. Igen. Igen, ez nekem, Gyuri, ez nekem sokkal rosszabb. Tudod, te hogy... meggyógyulsz, de az én fejemben örökre itt marad ez. Tudod, hogy 2 évem tönkrement miattad? Nem így állunk hozzá. Na jó, erről beszélgetünk meg arról is, hogy pénteken debütál a Forma 1-ben Michael Schumacher fia Mick. Mick, aki általában baromi tehetséges, teszem hozzá, ennél a síbalesetnél ő is jelen volt, tehát ugye ő látta, ahogy apukája ott beveri a fejét, és aztán egyszer csak úgy távozik belőle a lélek. És nyilván ez is munkál benne egyébként, hogy pályára megy, igen. És apu miatt is nyilván, meg ez egy nagyon nehéz teher azért. Hát egy nyomás. Hát nem akárki után kell megmutatnod, hogy a véredben van az autóversenyzés. És hogy egyáltalán ez olyan dolog-e, ami tényleg ilyen értelemben örökölhető, hogy persze nem genetikus a Vályi Pisti, de én nem tudom, tehát, hogy ő mit leshetett el apukáját, ugye Schumacher gokártpályán kezdte, apjának a gokártpályáján. Hogy ez tovább öröklődik-e, hogy állandóan ott van a közelben, látja. Hát meg nyilván instrukciókat ad, meg tanít egy csomó dolgot, igen, tehát ilyen szempontból igen, inkább, mint az öröklés. Na jó van, jövünk Vályi Pistivel a hírek után. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! Na! Jó reggelt! 9 óra elmúlt 8 perccel. Jó reggelt mindenkinek! Hello, Laci! Szia, Bocsi! Jó reggelt! Gyuri, szia! Hello, jó reggelt! Sziasztok. Na, sziasztok! Ha kérhetném, ne tegyétek tönkre a rádiót. Tessék, Laci Esztergomból. Hát, figyú, igen. Valaki azt írja, régóta hallgatlak titeket, még a Music FM-es időszakból, és már akkor is meg akartam kérdezni, mert most újra hallom, hogy itt is a régi hallgatóitok térnek vissza, köztük én is, hogy közülünk egyes hallgatók miért neveznek titeket isteneknek? Minőségi színvonal csak itt, tovább üzeni Gábor. Ennek nagyon régi a sztória, most nem akarom elmondani, ez még a Sláger Rádiós időkre nyúlik vissza, de majd egyszer kifejtem, de ez most nem ide tartozik. Aztán Viki üzeni nekünk, hogy azért én közelebbről is megpuszilnálak titeket. Köszönjük szépen, jól esik a hízelgés. Viki, eljön ennek az ideje, csak tényleg legyen az, hogy legyünk túl ezen a... Tényleg? Túl leszünk ezen a Covidon, és csörgünk. És csörgünk, és ott nagy puszizás lesz. Persze, minden számot elraktunk, aki meg akar minket puszilni. Hát, meg akiket mi akarunk puszilni, mindenkit akarunk. Tehát azért te még nem láttad a hallgatókat, hát valakit nem puszilnál meg. Biztos, én nagyon válogatós vagyok egyébként. Hogyha hallgatóról van szó. Ja, neked volt rajongó szerelmed? Nem, hál' Isten, nem az a típus vagyok, akiért rajonganak. Ja, az igaz. Vagy hát nem. Nálad néha nyomait fedezem föl, de egyébként alapvetően nem. Nem rossz ez, Laci, egyébként, hogy látom, abba csinál. Hát látom én is, hogy csillog. Jézusom. Ugye, hogy csillog a szeme ilyenkor, jön egy ilyen SMS, hogy megpuszilnálak, és kling. Azt igen, mondanád. És a Viki név az tetszik, tehát úgy már, hogy párosítom magamban a gondolatot, a képeket. Viki, Móni. Így van, szép nevek. Na jó, szerintem koncentráljunk most egy picit az autós témákra, jó? Szlovákiának túl jó volt, de nálunk megtalálta a helyét. Ő a járművekkel suttogó Vályi István. És itt van velünk a vonalban. Szia Pisti, jó reggelt, hello! Szia. Sziasztok, úristen, mibe csöppentem? Én most hallgatlak titeket egy ideje, de hát borzasztó. Ki puszilgat titeket? Mi van? Hát igen, az hogyha valaki a Winkler Robival szövetkezik, az nem kap ilyen női rajongókat, akikkel azt csinálsz, amit akarsz. Fantasztikus ez a hype. Ez egy hype, ez így van. Ez gyakorlatilag a média műfajnak, amennyiben ezt lehet műfajnak nevezi, a rockstársága. Tehát...
Így van. A Csimborászójának a csúcsa. Várjál, most jövök én. Igen. Hát igen, nyilván autós újságírás műfajban azért nehezen megtapasztalni, mert nyilván férfi közönséged van inkább. Így van, de nem is baj. Nem baj ez. Ez egyáltalán nem baj. Szóval, hallom, hogy megy itt a gondolkodás, hogy mi a különbség a gázolás meg az elütés között, most bevallom őszintén. Igen, ez egy ilyen nyelvi probléma inkább szerintem. Vagy te tudod már? Igen. Szóval az a baj, hogy sokszor nincsenek tisztában azok se ezzel a fogalommal, akik használják. Én rengeteg, megmondom neked őszintén, felébredtem reggel hétkor azóta jogi szövegeket, illetve ilyen műszaki rajzokat, valamint helyszínelő ilyen, mondjam, jegyzőkönyveket bújok. Nem egyértelmű, de talán a legjobb megközelítése a dolognak az, és nyilván majd a jogászok talán pontosabban tudnak, hogy a gázolás, ugye az, amikor elgázolnak, vagy beszorulsz az autóval, és nagyjából az autó középvonalában már az elütés, meg az, amikor így elsodor az autó, és akkor elütsz, vagy elpöndörülsz onnan. De milyen logika alapján? Hát mind a kettő a gázpedállal történik, hogy most éppen hol landol a tested, hát nem mindegy a jogász szempontjából? Ebből a szempontból mindegy. Aztán nyilván már van ennek folyamánya, hogy most akkor lett sérülés, vagy nem lett, vagy cserben hagyott, vagy nem hagyott cserben, vagy akármi. De ugye elüt, valahonnan elüt téged. Az azt jelenti, hogy elrepülsz oldalra, gázol, az meg átgázol rajtad, hogyha nyelvi oldalról közelítjük meg a dolgot. Talán ez a legpontosabb, de sokszor nem tesznek különbséget a kettő között, megmondom őszintén, én se tudok 100%-os különbséget tenni. Na várjál, még érteni akarom, csak nyelvi szempontból. Tehát akkor a gázolás az nem is a gázpedálhoz köthető, hanem mint nem, a gázló nem, madár, nem. Mint a gázló madár, ami átmegy mindenen. De jó, így van. Az elüt, meg az elütéshez, hogy valahonnan elüt téged. Mindenkor is oldalra löknek. Uh-huh. És ennek köze van nyilván ahhoz, hogy az autó melyik sárkával, szóval ez definiálva van ám, hogy az autó orrának a teljes felületével, vagy borzasztó, ebből nehéz egy józan embernek kikeveredni, de minden esetre van ennek magyarázata. De most miért foglalkozol ezzel? Én azt hallottam, hogy te most elszenvedője voltál valamelyiknek? Ja nem, hát tegnap elütöttek egy picit. Oh. Életemben először, de hát én nagyon... Egy most már röhögök rá, tehát akkor is röhögtem el, mondom, ilyen nincs, még csak nem is az volt, hogy a telefonomat nyomkodva bandukoltam, és nem figyeltem, hanem az egyik bevásárlóközpont külső parkolójából mentem gyalogosan a parkolókocsi sor előtt a bejárat felé, és egyszerűen annyi történt, hogy a parkoló autó sorból egy autó pont mikor odaértem, így kiugrott, gondolom a sofőr rángette a kupongot, fellökött, és úgyhogy oda néztem, már pont mikor már kihugott, akkor észrevettem, és így megedelést a szemekedet, nem mintha ezzel érnél bármit egy autóval szemben. És akkor láttam, hogy akkor néz rám a bácsi, mert hogy ő a másik oldalt nézte, én balról ültem, ő jobbra nézett. Szóval nem az volt, hogy szétnézett mindenki az oldalra, és semmit, mert nézett jobbra, engedte a kuplungot, én jöttem balról. És itt tulajdonképpen fellökött, vagy ez, hogy megijedt ő is, mert rögtön belelépett a fékbe. És akkor amikor itt tápászkodok fel a földről, és ilyenkor, hogy is mondjam, lingvisztikailag azért nem vagy annyira kiforrott egy ilyen dolog után, és akkor szépet kézzel kérdezem, hogy ez mégis mi a lóalkatrész volt, mert ne haragudj, hogy ez most volt. És szegény valószínűleg megijedt ő is, tégen simléter sapkás szemüvegizett, mert egy idősebb bácsi volt, és intett, hogy bocsi, mert elment. Hát mondom, bocsánat. Ennyi? Semmi, hogy van, nem sérült-e, hívjak el mentőt, az semmilyen érdeklődés nem volt? Látta, hogy felálltam, mert nem úgy, térdem egy kicsit fájt, meg a tenyeremen felhorzoltam a bőrt, hogy letettem a kezem, hogy leestem, nyilván ilyenkor reflexzerűen az ember ezt csinálja. Meg így nem is volt egyértelmű, hogy most ő ezt bocsi intett, vagy azt, hogy mit csinálok én. Ja, értem, aha. De a lényeg az, hogy gyorsan hazasietél, és most megnézted gyorsan azért kézi értelmező szótárban, hogy téged most elgázolt a bácsi, vagy elütött a bácsi. Nem, én ezért gondolkodtam végig, hogy folytattam az utat, utána a bevásárlók, ezt mondta, hogy úristen, 40 év alatt azért már nagyon sok mindent csináltam, hogy megértem, ilyet még, hogy lényegében elütnek tízzel egy parkolóba álló helyzetben, ilyen még nem történt. De arra nem gondolt, hogy rendőrt hívjál? De hogy is, hát figyelj, most mégis mit csinál a rendőr, vagy mit csináljak én a bácsival? Hát most... De ha már itt a kuplungot hogy mondtad... Hogyha bajom lett volna, akkor nyilván, de hát tulajdonképpen megütött egy picit a térdem, mert elestem, meg fellökött, de most ezen neki kéne inkább elgondolkodnia, hogyha körültekintőbben kéne, vagy nem is tudom. Vagy szóval... nem is kéne már.
esetleg? Hát nem, figyelj, ezt nem merem kijelenteni, csak hogyha tudod, ez megint meg is simán adódhat abból, hogy már én nekem már nem mondjátok meg már, hogy kell 50 éve vezetek eddig mindig, ez volt semmi baj. Tudod, ez van egy ilyen attitűd. Képzeld el, hogy itt ahogy promultáltuk a témát magát, itt jöttek már SMS-ek, hogy a gázolás és az elütés között, tehát, hogy sziasztok, üzeni valaki, szerintem az elütés azt jelenti, hogy ott marad az elütő a helyszínen, a gázolás pedig, amikor elhajt a helyszínről. Nem, az a cserbenhagyásos gázolás, az abszolút, más. Igen. Vagy más azt mondja, a kecsubá azt mondja, a gázolás, amikor a jármű átmegy a sérültön, az elütés pedig, amikor csak fellöki. Ja, hát igen, én is erre gondolok, ugye, hogy ezt nem jogi terminológiailag kéne megközelíteni, hanem nyelvileg. Hogy átgázolni valamit, vagy elütni valamit, az teljesen más. Úgyhogy valószínűleg itt van közte különbség, de mondom, ez biztosan csak egy jogász mondhatja el, de arra azért fogadnék, hogy sok mindenkivel előfordult már ilyen, vagy most mit tudsz ezzel csinálni, mégis nem fogod verni az asztalt, minek. Na, akkor valami tök más, nem tudom, hogy erre akarsz-e, vagy tudsz-e röviden válaszolni, kérdezi valaki, bocsi, kérdezd meg Léci Vályi Istvánt, hogy mi volt a funkciója a kuplung pedálnak az automata Scaniában? Na, az később kiderült, igen, köszönöm szépen, jó a kérdés, az később kiderült, hogy a finom manőverezéshez, legalábbis ez volt a magyarázat, volt szükséges, illetve a hegyen elinduláshoz állítólag. De aha, én nem értek hozzá, szóval tévedés azt hinni, sokat ültem teherautóba, de nem értek hozzá. Ezért vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak, és ez nem én vagyok. Pont a hegyen elinduláshoz még te kuplungozzál manuálisan, amikor az a legnehezebb dolog. Nekem a rémálmom ez a hegyen való elindulás. Van Horvátországban, ahova jártunk egy hely, ott van, hogy pont az alagút előtt egy ilyen nagyon meredek, te is voltál ott, Pista, nagyon meredek helyen, Iván Dolácz. És amikor zöldet kapsz az alagútnál, mert egy sávos alagút, még a rómaiak építették, és ott nekem nagyon nagy parám, hogy komplett kocsisort a szerpentinen visszatolok. Tehát ehhez de mióta automata kocsid van, azóta nincsen ilyen probléma. A visszagurulás gátló az én istenem, de tényleg nagyon sokat segít. Gyerekek, viszont beszéljünk a Forma 1-ről, mert ez tényleg nagyon izgalmas téma, hogy pénteken állítólag a Forma 1-ben debütál Mick Schumacher, azaz Michael Schumacher fia, és azt mondják róla, hogy ez egy nagyon, nagyon ígéretes srác, ugyanakkor meg baromi nagy lehet a nyomás. Ő most a Schumacher névnek köszönheti szerinted a Forma 1-ben való szereplését, vagy tényleg akkora tehetség? Figyelj, az biztos, hogy a nyomás hatalmas lehet rajta, ilyen névvel azért viselned kell, azt azért cipeled magaddal, főleg úgy, hogyha szintén az autósporttal foglalkozol, ahol az apád egy legenda, akármi is volt, meg akár hogy is volt, meg lehetett őt nem szeretni, meg szeretni, de azért a 7 világbajnoki címet azt nem a lepkérkorták neki össze, hanem nagyon kemény munkával szerezte meg az a csapat, meg ő. Ebből a szempontból tuti, hogy vár rá egy hatalmas nyomás, ugyanakkor azt meg kell adni, hogy iszonyatosan tehetséges. Azért jelen pillanatban vezeti a GP2-es bajnokságot, ugye ez a Forma 1 előszobájának tekinthető bajnokság, ahol több mint 600 lóerős egyforma autókkal versenyeznek egymás ellen, iszonyú tehetséges srácok, és nagyon-nagyon kemény, pont ebből kifolyólag. Megnyerte ugye a GP3-át annak idején, szóval ő tudja, és vezetett is már Forma 1-es autót, sőt az apjának a Forma 1-es autóját vezette Olaszországban, nem is olyan rég. Most ugye a szabad edzéseken fog bemutatkozni, vagy ül be egy Alfa Romeo-ba, ami hát egy félig meddig Ferrari tulajdonképpen, és nyilván ott van a Nürburgringen, ahol ő a legnagyobb sikereit adta annak idején, meg hát a német közönség előtt. Én úgy gondolom, hogy nem csak ő kap esélyt, de ő rá irányul most minden figyelem, mert egyértelműen ő várható abba az ülésbe, vagy valamelyik Ferrari fiók csapathoz, ugye ő a Ferrari fiatal nevelés gárdájának az egyik tagja. De Pisti, mondd már el, hogy mi a különbség? Azt mondtad, 600 lóerő melyik verseny ez, amit mondtál? Ez a Grand Prix 2. A Grand Prix 2. A 600 lóerős autóból átülsz egy Forma 1-es autóba. Mi a borzalmas nagy különbsége? Mind a kettő megy, mint az állat, vigyázni kell, hogy ki ne sodródj, megfelelő féktávot hát, venni. Tehát mi igazából a tempó nagyobb. Maga a forma, az open wheel, a nyitott kerekű forma autók, amik ugye aero autók, és mértékben a vezetési stílust befolyásolják, hogy aeroautók és a tapadás az nem csak mechanikai, hanem aerodinamikai is. A vezetés az mindegyiknek nagyjából egyforma, szóval, hogyha megszokod azt, hogy hogyan kell degresszíven fékezni, stb., hogyan működik az autó, akkor onnantól kezdve már ugyanúgy kezeled az összeset, maximum annyi, hogy plusz új funkciók kerülnek be, mondjuk egy Forma 1-es autónál, a több beállítással, mint egy Grand Prix 2-es autónál, és picit nagyobb a tempó.
Ezért van az, hogy ezek a srácok általában nyitott kerekű sorozatokba kezdenek, gokártál, kisformautóval, nagyobbformautókkal, stb. És ehhez szoknak hozzá. Nagyon nehéz adaptálódni úgy, hogy nagyon kevés pilótának sikerült adaptálódni úgy, hogy ő mondjuk egy zárt karosszériás versenysorozatból átjön a nyitott kasznisba, mert nyitott kerekűbe, mert nagyon-nagyon más. Úgyhogy ő tisztában van azzal, hogy nagyon jól ismeri a pályákat, mert mindenhol ugyanúgy mennek, ugye ez egy betét sorozata is a Forma 1-nek, rengeteget megy, és hiába fiatal, már iszonyatosan sok versenykilométer meg tapasztalat van benne, úgyhogy igazából itt már csak az a kérdés, hogy mennyire tudja ő azokat a különbségeket befogadni, mondjuk azokat az apróságokat, amik egy Forma 1-es autóban megvannak egy GP2-es kocsihoz képest. És a tempó egy picit nagyobb, de szerintem ők ennek csak örülnek, hogy nézd, még rövidebbet tudok fékezni, nézd, még jobban kigyorsítok. Hát igen, ezt akartam, hogy lehet, hogy még könnyebb is kezelni az autót, hiszen annyi rafinériával van felszerelve egy Forma 1-es autó ellentétben az alacsony kategóriákkal, hogy az még csak őt segítheti. Menedzselni nehéz, igazából most már ők nagyon-nagyon sokat dolgoznak bent a kokpitban, ugye szabályozzák a motorerőt, ugye a visszatápláló egységet, mindent ilyesmit. Inkább ezekre a dolgokra odafigyelni, mert az, hogy 100%-os koncentrációt kíván meg, már csak a tempó miatt is iszonyatos. Vezetem Forma 1-es autót, iszonyatos, semmihez nem hasonlítható dolog. Plusz még ugye bejön ez, hogy figyelsz arra a kommunikációra, állítasz mindent ide-oda. Inkább ez itt a kérdés már. Az már nem, hogy vezetés technikailag ő elég kiforrott ehhez, mert az. Hiszen világéletében ezzel foglalkozik, meg azt azért mégiscsak a Michael Schumachernek a fia. Szóval nem eshetem. Hát igen, ezt akartam kérdezni, hogy nyilván nem vagy genetikus, hogy örökölhető ez a tehetség? Tehát, vagy inkább az, hogy olyan közegben nőtt fel, és annyi mindent látott, tapasztalt, esetleg az apja is tudott neki még tanácsokat adni annak idején, hogy inkább az válik előnyére. Nézd, azért ha megnézed a mostani Forma 1-es mezőnyt, azért, hogy is mondjam, ezeknek a srácoknak predesztinálva van a sorsuk valamennyire. Ott van a Jos Verstappen fia, ugye Max Verstappen, ott van a Carlos Sainz fia, ugye, azért valamennyire... Hogyha ők fogékonyak erre, mert azt látták, hogy apa ezzel foglalkozik, hogy ebben jó, és elkezdte őket érdekelni, onnantól kezdve azért nekik lejt egy picit a pálya, hiszen minden adott ahhoz, hogy ők befussanak, pláne úgy, hogy igazából Schumachernek nagyon-nagyon, ugye az édesapjának nagyon-nagyon sok olyan barátja, támogatója volt, aki kicsit magáénak érzi a fiú sorsát. Hát abszolút, tehát például Mick Schumacher bármikor fel tudja hívni Jean Todtot, és azt mondja, hogy fú, itt van egy kis problémám, hát, segíts már ebben. Hát sőt, ők azért valószínűleg találkoztak is, hiszen Jean Todt a három ember közül az egyik, aki bármikor meglátogathatja Schumachert. Ugye pont most volt az állapotáról egy ilyen rövid hír, amit a Flavio Briatore volt felesége plegykált el egy... Flavio Briatore-nak 80 volt felesége van. Tehát most... Hát igen, most az egyik ugye a legfrissebb, akitől elvált. ugye ő plegykált el, részvevője volt egy olasz valóságsónak, és ott plegykált arról. Hát mert valamiből élni kell, gondolom. Ott beszélt, ott ejtett el egy pár mondatot, mert kérdezték arról, mit tud Schumacherről, és hogy állítólag csak a szemével képes kommunikálni, és hát hogy Spanyolországban vannak már rég, nem Svájcban. Ezt mondta ő, úgyhogy ez a legfrissebb info, de hát minden bizonnyal, hogyha kommunikálni tud, akkor érti azt, hogy mi történik a környezetében, és szerintem büszke arra, hogy eddig jutott a fia. Hát drukkolunk. Egyrészt ugye Michael Schumachernek. Hogyha hát ha egy csoda történik másik oldalon Mick Schumachernek. Itt valaki mondja, hogy nem GP2, hanem Forma 2 bajnoka a Mickey Schumi. Forma 2 GP2. Ugyanaz ez ugye régen így hívták, most úgy hívják, mindenképpen a Forma 1 előszobája. Jó, akkor most figyelj. A puszira én is becsekkolnék, egy szavatokba kerül és küldjük a képeket, olyan rajongói tablótok lesz, mint egyik rádiónak sem üzeni Móni Pécs. Tehát, hogy amiből kimaradsz. Pisti. Hát, srácok, én drukkolok nektek, csak úgy... De neked is van, várjál. Sziasztok, Vályi Pityó a legnagyobb király, Forever Speed Zone, Karesz. Mondtam én. Figyelj, én ezt most nem akarom leütni, soha nem tudhatjátok, hogy milyen irányba megy el a világ. Ja, igen. Igaz. Én nagyon sokat köszönhetek már a rajongóimnak, mert sokszor segítettek, vagy a követőimnek. Lehet, hogy nektek lesz muffinotok, de nekem meg lesz, aki kicseréli a kuplunk tárcsát, úgyhogy... Maradjunk ebben, mindenki. Mindenki, amit szeret. Oké. Okay. Köszönjük szépen, Vály Pisti! Szia! Köszönöm, sziasztok!
Ja, ez jó volt. Na jó, köszönjük neki, 9:30 lesz pontosan 5 perc múlva, a mai nap legjobb pillanatai következnek nem sokára a hírek után. És itt ugye két témánk volt, te hoztál valamit kora reggel, hogy a Franciaország topless szokásokról. Igen, ott különösen értékes jognak nevezte a belügyminiszter az, hogy lehessen topless napozni, és így aztán rátértünk arra is, hogy mi lehet az a papi test. Igen, mert a Laci egy picit megnyilvánult, hogy ő egyébként szereti ezt a nudi irányt, nem mindig nagyon jó. Bátor, de ő nagyon szereti. Ez vicces volt, amikor Tőkés László egy szaunában voltál. Ez az egyik. A másik, a Tottenham, legutóbbi Tottenham meccsen a Tottenham játékosa Eric Dier, aki kirohant meccs közben tulajdonképpen vécézni, és gondoltuk, hogy na ezt egy picit megszakértjük Kabát Petivel. Ezt mutatjuk meg újra a hírek után. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 10 óra lesz pontosan 9 perc múlva. Hát nagyjából a végénél tartunk, és innen kívánunk megint jobbulást Anettnek. Természetesen, és majd ő akkor csatlakozik újra a csapathoz, amikor teljesen egészséges már. Túl van a karanténon, így van. Tibi Dániából üzent megint, komolyan mondom, amíg nem voltatok, minden reggel azon gondolkodtam, hogy menjek-e dolgozni, vagy a maradék pénzem elszökjek Mexikóba. Most meg észre sem veszem, hogy eltelt a fél műszak, köszi, hogy vagytok, és még egy szavazat ahhoz, hogy 11-ig tartson a műsor. Igen. Na, szégyenlő sportrajongók, töröljetek, ma is nagyon jót szórakoztunk, köszöni a mai reggelt is a Faldoktor. Aztán azt hiszem egy hónap után eldönthetem, hogy lehetek folyamatos hallgatótok, ugyanis eldönthetem. Nagyon tetszik, amit csináltok, legyen minden jó, és ugyanilyen szuperek vagytok, Laci szintén Esztergomból. Köszi, maradj! Töröljék, Gabi bátyám, már nem úgy, a szilvás megoldás mintegy 10 perc múlva a sütőben, ma ismét érdemes volt felkelni, csibés. Ja, halleluja, halleluja neked is. Na jó, és itt jönnek még a ürítős témákra mindenféle megoldások, valaki egy vajbőrös BMW-t rongyolt le így módon. Jaj. De nem fogom kifejteni. Nem, itt hagyjuk Izának ezeket az SMS-eket. Miről beszéltek ezek? Kellemes délelőtt a Izának. Így van, drága Iza, itt van már, és mint ahogy mondtuk már az elmúlt napokban, ő azonnal egy másik stúdiót vesz igénybe, nem idejön, ahol mi voltunk, és nekünk ugye van negatív tesztünk tegnapról, nagyon-nagyon szűk a csapat, holnap újra jövünk, és addig meg itt ózonfertőtlenítés történik. Megyünk egész éjjel. A stúdióból is indítjuk a generátort. Így van. Akkor holnap találkozunk újra, Gyuri, zárd le ezt a mai műsort is. Viszlát! Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6-tól folytatódik a Retro Rádió vadonatúj reggeli sója. Vadonatúj reggeli sója. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján.